Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Legye 10! Van pontosan, hello, jó reggelt kívánunk! Mindes Algotarányinak még itt vagyunk egyébként, és itt is leszünk 10 óráig. Jó az idő, már-már szakadozik fel a felhőzet, nem esik az eső, melegszik a hőmérséklet, melegszik az időjárás. Úgyhogy gyerekek, megúsztuk. A reggel kicsit kemény volt, de most már rendben van minden. És a lázam is már csak 37,3. Milyen volt a riskók, Jani? Egy az még főjebb. Hülyére zabáltad magad? Srácok, én nem gondoltam volna egyébként, hogy mert most az utóbbi időben voltak 8 pontosak, 9 pontosak, de hogy Algotarjánban egy 10 pontos Gáspárféle riskókot fogok enni, én nem gondoltam volna, megmondom őszintén. Bea nagyon cuki volt, igen. Gyerekek, annyi helyre hívnak meg bennünket, hogyha minden meghívásnak eleget tennénk, és minden étterembe, pizzázóba, határon, innen, határon túl elmennénk, és megkóstolnánk mindent, most felhívhatnánk a családunkat, hogy jöjjenek ide, és a következő 4 napot itt töltjük, nem? Igen. Folyamatosan ide gyertek, oda gyertek, annyira drágák a Algotarjánnál, akkor csak én körülbelül 4 meghívást kaptam a ti nevetekben is, hogy menjünk, vigyünk mindenkit, egész tábot ide-oda, de nem egyszerűen képtelenség ennek eleget tenni mind, nem azt jelenti, hogy nem megyünk és nem örülünk, csak tényleg, tehát itt állnak a csajok előttünk, ők is meghívtak bennünket YouTube-os galuskára, ide-oda, mindenhova. Tegyük át a pesti kitelepülést ide. Na? Igen, maradjunk itt, és együk végig az egészet, igen, vendégeskedjünk mindenhol egy kicsit, nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. És ugye, hát azt is tapasztaljuk, hogy nem csak tarjániak vannak itt, hanem nagyon sok másik városból, egyébként Szlovákiából, magyar lakta területekről is nagyon sokan jönnek át miattunk, és egyébként ők is hívogatnak minket át, hogy csináljunk oda is egy kitelepülés például Fülekre, amit én nagyon díjaznék. Bizonyám, hát jövőre elgondolkozhatunk ezen, van, abszolút. Úgyis rég láttam már a füleki várat. Felelevenítem szlovák nyelvtudásomat, gyerekek. Egyébként tényleg. Setkorozom, milyen posztodat. Na, tessék? Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mindent értek szlovákul, ez azt jelenti. Viszont nem beszélek. Igen. Na, gyerekek. Hát csak nem következik a retteget zuhany. A retteget zuhany, de előtte én úgy megnézem a Janit meg a Ferit egy csomagtartóba, álljon már föl valaki ide egy autóval, elhúzzuk a kordont, felszakítjuk a térkövet, ha de valaki most nem arról volt szó, hogy te meg én megyünk a csomagtartóba. Igen, én nem akarok a Janival. Menjen az óriás, veled az még se. Viccesebb. Ugye maga a híri szenzációs, mert hogy két szír állampolgárt akart illegálisan az országba bejutatni egy bolgár férfi hétvégén nagylakon, és hihetetlenül kitalálták a dolgot. Nincs oda nemzetközi összefogás, nem? A bolgárok és a szírek. Zseniális, akkor hova bújjunk? Hát itt a csomagtartó, bújjunk a csomagtartóba. Bőröndökkel kipárnázták a csomagtartót, és bebújtak egyébként a csomagok mögé egy sima szedán csomagtartóba, ami ugye nem is azt jelenti, ilyen egyterű, mert ott azért egy kicsit nagyobb a hely, az hanem... Az a különálló csomagtartó. A külön autó, lecsukod a tetejét. Szedán az egy automárka? Igen, nagyon drága, nem mondd ki. Ott, ami elment, az a Passat is, milyen jó lenne nekünk. Ha valakinek ilyen autója van, tesz jelleggel, álljon már ide föl, begyömöszöljük a Janit. Halló, zöld Suzuki is, most állj meg! Most állj, állj, most ráér! Megállt, és megállt. Ráérsz egy kicsit? Hozd be az autóra! Ráérsz egy 5 percre? Öt perc, adunk egy bögrét, vegyük már ki a izét az oszlopot, gyere föl, haver! Vegyük ki az oszlopot, hasítsuk fel a térkövet, szántsuk be a busz megállót! Te kézzel gyógyítani nem szoktál? Dehogy nem. Kelj föl, jár, te is! Nézd meg, látod, megáll, van szedánunk, tessék, gyere! És jön föl. Jó. Elképesztő, okay. Gyerekek, tényleg jó. Mindenki minket hallgat. Ott legyen árleszállítás! Igen, ott osszatok ingyen vagyit a gyerekeknek, adjátok a klímát 10%-kal olcsóbban. Ti vegyétek le a ruhátokat, ti ne! Ti öltözködjetek! Igen, kapjatok magatokra valamit. Jaj, gyerekek, hát ilyen dolgok történnek a határ átkelő helyeken, hihetetlenül megkomponálva, határőrök kinyitották, és bruttó 13 másodpercemből megtalálták egyébként a két szírférfit hátul a csomagtartóban, 4 darab bőrön mögött, úgyhogy imádom ezt a történetet. Figyelj, mire gondoltak vajon? Figyelj, szerintem tudod, mire gondoltak? Arra, hogy ez simán lehet, ez annyira triviális, annyira banális, hogy valaki a csomagtartóba bújik el, hogy azt a határőr nem fogják megnézni, minek menjen hátra. Mindenki tudja, hogy a csomagtartóba nem dug el senki semmit. Most ez a határőr lehet, hogy kezdő határőr volt. Fiatal határőr, érted, még rutintalan, oda ment, és kipróbálta, megnézte. Állj meg az üvegstúdió, maradjon! Gyerekek, ebben a pillanatban egy zöld Suzuki megérkezett ide a főtérre. Nagyon jó. Kiszállt a sofőr, hello, jó reggel, ciao. Hello, ott a Feri mögötted, hello. Strand papucsban van. De hát figyelj, hát reggel mondjuk esett. Szia, mi a neved? Gábor vagyok. Gábor, egy tündér, aranyos ember vagy, tele van a csomagtartó? Még nincs, de tele lesz. Tele lesz, igen. Gábor, ford minket hallgatál, itt mentél el, és kinéztünk rád, és hallottad, hogy neked szólunk. Miattatok jöttem be? De drága vagy, nagyon jó, nagyon jó. Na,
Na, hát akkor gyorsan teszteljük le, ha már ilyen cuki voltál és bejöttél egyébként, nem nagyon számítottunk rá, hogy ide valaki föl tud állni autóval. Mielőtt mindenki megfullad, le tudnád állítani a gépet? kicsit szürreális a látvány egyébként. Vannak itt elegen, nem érdekes, meg a csomagtartott léces pattints ki, legalább megnézzük, hogy mit csempészel. Mi van benne? Hát ti fogtok befeküdni, srácok. Miért, az van, hogy meg tudjuk csinálni a izét, meg tudjuk csinálni azt, hogy álcázunk benneteket egy két tornacipővel, igen, egy evezőlapáttal. És egy öngyilkos őz van benne. És egy ősztetemmel. Milyen durva lett volna, felnyitjuk a csomagtartót és fekszik bent valaki kipeckelt szájjal, nem? Na, hát körülbelül láttam a fotót, ez volt. Tehát ebben egy ekkora csomagtartóban feküdt két szír férfi. Mi volt a legdurvább, amit ebben vittél? Nem volt olyan. Hál' Isten, az a jó. Szörnyű lett volna azt mondta, hogy a nagymamát az például. Az anyósodat gondoltam. Az anyósodat vittünk tevetésre, de nem a sajátjára. Na, kit tegyünk be? Két embernek nagyon kell belemenni. A szírek, aha, akiket csempésztek, azok körülbelül ilyen magasak. Azok mi, a 194 azok voltunk, nem lehet szír. Most neved magadra, ha mondjuk kiterítjük a takarót, mert nem zavar egyébként, hogy egy picit a Lajos be. Egy picit sem, de hogyha leterítjük a takarót, én bemegyek. Tessék, de az még kevés, két embernek kell bemenni. Tehát a teszt az arról szól, a teszt arról szól, hogy kettő szír pasi feküdt bele egy ilyen csomagtartóba. Két szőkét már kiválasztottam magamnak, de légy, ne találjatok meg gyorsan minket. Jó, na, ki akar a Janival befeküdni? Tessék? Jani, de lány! Aha, csak férfi. Igen, Jani, bebújok ilyen gondolat. Fura, hogy csak férfiak jelentkeznek. Na, az vegyük, persze. Akkor menjél először te, aztán... Értem én, hogy én vagyok a kis koktélt cseresznye a tortátokon, de hogy... Srácok, csajok nem lehetnének inkább? Ilyetetlen, hogy ezt megint te szívtad meg, annyira örülök ennek. Persze, persze, Jani. Ne, te ne bújj be, te nem, ne bújj be. Na. De basszus, ez hatalmas. De miért van nálad egy csomag budi papír egyébként a csomagtartóban? Minden kiveszünk, nem probléma. Miért van nálad egy csomag WC papír? Hát nyilván tudjuk, csak jó, ha van persze, de... Figyeljetek! Hat tekercs, az talán kicsit barokkos túlzás, de nincs ezzel. De még mindig pakoljuk, már egy kőszérrétegnél tartunk. Teniszlabda, teniszezel? Szoktam, igen. Nagyon jó. Jó játszol? Aha. Látod, az az ütője, az a fadarab. Na, János. Na, aha, jól van. Picit menjetek át, hogy megfulladunk. Nem kell leteríteni, szerintem nem lesz. De jó, terítsük rá, azért látva ezt. Hogy terítsem áll le. Figyelj, a két szír majdnem átjutott, csak élelmesek voltak a határőrként. De nézzük meg, hogy működik-e. Befér-e egyáltalán egy ilyen csomagtartóba két ember? Befér? Jó. Feküdtél már bent, onnan tudod? Igen? Igen, Hova mentél? Hát csak a kollégák vittek. Ja, mert már előre nem mertek beültetni, mi? Ja, azt hittem, hogy picit elhagytad magad. Azt hittem, elhagytad magad valami buliba, és befektettek a csomagtartóba. Jó, érzem, hogy én vagyok már a kellemetlen végén megint a lesemi szervnek. Annyi kérésem van csak, hogy tényleg ne 69-es pózba, és ne egymással szemben. Jó? Na, menj be, megnézem, hogy fekszel, aztán maximum bemegyek mellé. Tartom. Jó? Tehát te vagy az egyik szír. Jó? Tudsz szírű? Kuszkusz baklava. Jó, János ben van, gyerekek, a csomagtartó egyébként egészen könnyen elnyelte. Vigyázz a mikrofont, ha tudsz beszélni. Így van. Ha majd lecsukjuk. Kicsit nyomja a hátam az emelő. Na, de most menjek hozzád oda? De úgy, hogy ide a fenekedet, ide. Gyere. Na figyelj, 69-be akarod? Hogy akarod? Simán beférünk egyébként. Na figyelj. Azt, hogy ne legyen inkább a 18-ban, Moni nem lesz otthon. Na figyelj, várjál. Hallod? Ne jövök én is. Azért most kicsit megült a kocsi, gyerekek, csak mondom. Várjál. Ez meg. Figyelj. Ne, a fejed nem fér be. Most már simánsz ki. De rohadjál meg, nem fér be a fejed, te szemét. Figyelj, te gyerek. Hallod? Szerintem működik. Működik abszolút. Na. Várjál, ott a lábam, Feri. Nem csapjuk. Nem csukjuk le, csak így. Nagyon jó. Aha. Jaj, a fejem, várjál a fejem. Mondtam, hogy a feje. A fejemben van a baj. Ne csukd le, mert fejbe fog állni. Nem, csak így egy kicsit a félmilliós bőrcsekidre vigyázz. Jó, oké. Csukhatod? Aha. Eddig jó. Jaj. Jó. Sötét van. Jaj, de jó. Ez a te fenneket. Ó, de durva. Jaj, találtam gépzsírt. Vigyáztam gépzsírt. Az a fenneket. Jaj. Mestünk, mester, indulhat a kör. Jaj, de jó. Figyelj, meddig veszünk itt benne. Nagyon jó, figyelj, sikerült. Passport mit eszőr, nem szőr, szír. Figyelj, várjam, viszont most beszorultam. Ez a legszűrűsebb. Abszolút működik. Erre leveszem a fülesem. Úgy, köszi. Igen. Jaj, de jó. Várjál! Az a baj, hogy fogdosott. Jani maradhat. Tényleg. Simán befértünk, jó, Jani. De bőröndöt nem tudtam volna rá. Bőröndöt már nem lehet. Fordulj meg, beléd szorult egy alkodási.
Igen, éreztem is, hogy kicsit szúr. Jó, köszönjük szóval szépen, drágák vagytok. Szóval, hogy a bőrön már nem fér simán volna el. De hogyha mondjuk kívülről ránk van terítve egy takaró, szerintem simán működik az alap. Igen, és csak halkan suttogunk. Na jó van, és drágák vagytok. Oda jön a határól, és akkor nézni. Nincs itt senki, menjünk. Finoman megnyomkod, igen. Na gyertek, festék zuhant játszani, mert még sok a dolgunk. Köszönjük szépen. Hurrá, festék zuhant. Ajándékcsomagot, jó? Küldünk nektek. Kiengedtek minket, mert mennünk kell az orbitáli zuhanyhoz, vagy nem tudom, hogy hívják. Mi a neve? Retteget zuhany? Az a retteget zuhany. Átvágjuk magunkat a tömegen. Na. Megvannak már a játékosaink? Bocsánat. Már beöltözve ott áll, kérlek szépen. Elnézést. Mennyien vagyunk itt Csalgótarjában? Hihetetlen. Suldigunk. Elnézést. Hol van a bejárat? Kezdj csokom, hol a bejárat? Még menjél? Az nagyon messze van, csokom, az nagyon messze van. Jó irányba megyünk? Jó irányba megyünk? Jó, erre? Jó, erre van gyöngyös. Aha, ezt szét lehet itt nyitni? Aha. Ne, vigyázz ott a férje. Olyan messze? Mit csinálta? Jó a buli? Nagyon. Na jó, van, örülök. Tessék jól szórakozni. Hogy vagyunk? Köszönjük. Nagyon jó. Na, kik az áldozatok? Idézőjelesen csak persze, mert hogy közben rengeteg festéket nyerhetnek. Edit, anya. Te vagy az Edit? Anett, lánya. Te én, vagy a... Én Anett vagyok, és anyukám Edit. Ja, már ott tetszik lenni bent. Mama festékallergiás, vagy nagyon fél a festéktől? Én vagyok, igen. Nem, csak azért öltözött be, azért vette fel a védőruhát, hogy ne kenje magát össze, hogyha esetleg nem találja ki. Én azt hittem, hogy kevésbé büszke, mert hogy, igen. Hogy picit keveset látunk az arcában. Igen, igen, tehát áll bent Edit, állik felhúzva a védőruhába, a baseball sapkába, konkrétan, mint egy ilyen fehér, nem tudom, hópárduc, begyömöszölte magát ebbe a kis védőruhába. Figyelj, tényleg úgy dobtad be anyádat a zuhany alá, hogy ő nem tudott szegény róla, azt mondta, hogy ő nem tudta. Nem, én sem tudtam, hogy mi lesz. Leg. Anya, jó lesz. Az, anya, vedd fel azt a ruhát, amit mondanak a Balázsék, nem lehet baj. Hogy ma mindegy, ebből csak jól jöhetsz ki. Na, terveztek-e lakásfelújítás, házfelújítás, telken festeni egy picit? Hát, van-e valaki, akinek ez kellene? Lenne? Lenne. Mit kellene felújítani? A páromnak kellene megcsinálni a házat. Ez most neki volt egy üzenet, vagy az ő házat kellene... Nem, hanem az ő házat kéne konkrétan. Na, hát itt lehet annyi festéket nyerni, hogy ez meglegyen egyébként. Anyukád örül neki, hogy éppen a párodnak? Örül. Örül. Na, örül neki. Szegény mama egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen kirakati bába, vagy munkarövezeti volt. Ne izguljál, mi az újoncokkal mindig gyengédek vagyunk, úgyhogy nem fogsz sokat kapni. A Klassz FM rádió Twitter oldalán csak mondom, hogy lehet nézni a Periscope appet letölteni, és tudjátok nézni a retteget zuhanyt, hát gyerekek, hát komolyan mondom, tehát a retteget zuhany, a Fear Factor című műsor sehol nincsen hozzánk képest. Na, hogy szól az első kérdés? Na, nagyon figyeljetek. Jó vagy, virágban? Általában. Na, meghallgatjuk, Jani. Milyen szín kapcsolódik a szivarfához? Szeát, ez szivarfa. Szivarfa. Hm? Szivarfa. Barna. Barna! Így van! Barna! Zuhany neki! Ja, nem. Zuhanyt a mamának. Nem más a mamá. Locsoljuk a mamát azonnal. Mama nagyon fél egyébként. Ennyire még senki nem félt ebben a laborban, amiben áldogál. Ugye mondjuk hallgatóinak, hogy be kell állni a játékosoknak egy ilyen kis, hát mi ez, ugye nagy tálba tulajdonképpen, és fölötte van a zuhany, és körülötte ilyen festékes bödönök, mint a diszkólámpák feldíszítve maga az állvány. Nagyon-nagyon fura ez az egész idő. Most valamiért nem tudom megszokni. Milyen szín kapcsolódik a fuksziához? Egy jó fuksia. Lila. Igen. Mi te is megtanultad, mint tegnap az avodások? Milyen? Loptatok ilyen egy szórólapot és megtanultátok? Nagyon jó. Keményet kérdezi, Jani. 20 liter van már, csak mondom a mamának egyébként. Nagyon jó. Edit, készülj, mert még nem öntöztünk meg. Ezt figyeljétek most oda. Ja? Habszegfű. 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 Milyen színű lehet a habszegfű? Habszegfű. Fehér. Aha, nem. Edith? Nem. Sárga. Aha, sem. Jaj. Balázs? Tessék? Rózsaszín. Az sem. Nem? Akkor locsoljuk meg. Hát nekem szerintem fekete. Milyen színű? Polifelvések? Jaj, se tudják. Na figyelj, Edith! Ojj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 
sárga, már hallottam, de szép sárga János. Jól van, oké, megállítottuk, nagyon jó. Oké. Milyen a mamát látni, Ázni? Hát, kicsit furcsa. Nekünk is, nekünk is ide, de... Minden. Főleg festékkel, igen. Na, az 50-ből 10 liter elment, de van még két kérdésetek, tehát legrosszabb esetben is 20 liter festéketek lesz. Na, az nagyon-nagyon szép, nagyon szép. Az jó lesz. Az jó. Jó, akkor nagyon figyeljetek valami ide. Valami könnyű. Jó, mi lehet a liba pimpó? Liba pimpó? Liba pimpó. Liba pimpó. Milyen színű lehet ez a virág? Milyen színű lehet? Gondold át.
Liba pimpó. Azon gondolkozom, hogy milyen színű a liba? Liba. Nem, a magán a virágon. Indulj ki szerintem például a libatop nevű virágból. Az megvan? Megnyomjam én, vagy öntözött a saját anyádat. Anyu, ez most a lányod lesz. A lányod lesz, hogy ne engem utálj, el akarom. Na? Zsákan! Besúgta valaki! Óvás! Óvás! Elfogadjuk, így indult, hatalmas. Zsárga. Nem, ez egy kis artikulációs probléma volt ez, de valójában. Elfogadjuk ezt is. Elfogadjuk. Mennyi van meg? Ötödik kérdés. Ötödik, utolsó kérdés. Utolsó kérdés. Ha ez is megvan, az 40 liter festék, 800 négyzetméter. Kutyafáját, siessetek be, nem bírom az izgalmakat. Komolyan mondom, a rossz életben mindjárt elvágódom, annyi adrenalin van bennem. Igen? Ne is mondd, én is kész vagyok. Na figyeljetek. Na. Milyen színű? Csak megnéztem, hogy, hogy működik-e még. Biztosan kedvéért. Jó. Csak mondom, nem én voltam, Edith, ez nem én voltam, már a Feri kezében van a távirányító. Hogy szól az utolsó kérdés? Majd anyák napjára tetszik kapni valamit, ami kellemes is. Azt mondja, hogy sás. 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 Csak így a sás. Sás. Ki mondott, hogy sás. Itt a sasmadár. De... sasmadár, mondaná, győzik-e. Na? Barna. Barna! Sás. Nagyon jó! Barna sás. Zöld. Az! És tudja, és tudja, és tudja! Nagyon jó! Hány liter festék, Feri? 40 liter festék a tiéd, mert ti egyet nem tudtál, egy helytelen választottál, 10 liter elugrott, 40. Ez egy szép produkció volt, szép ez produkció az, volt. Nagyon, 40 liter, nagyon. Így van. Nem, igen, nem kell, nem kellett agyádat meglocsolni. És most, van. Igen, és most mentsük ki szegény mamát. Tessék? Távirányítót visszaadod, jó. Okay. Edith, szerinted már tudja, hogy hol van, vagy még mindig csodálkozik, hogy mi történik vele, mi szerintem, ez a sok ember itt körülött, és miért kell ebben a ruhában lennie? Szerintem még nem nagyon fogta fel, hogy mi is történt itt. Azért van ebben némi kis kajásság, hogy az ember a saját anyjával csináltatja ezt végig. Nagyon most jó. Már egyébként közbelépetnél, tehát hogy de szemben látható, tetszik a szituáció. Igen. Segítsél! Küldjük nektek a festéket, ügyesek voltatok, jó? Anett, Edith, köszi, puszi nagy nektek! Csáó, sziasztok! Ügyesek vagytok, na, hello! 40 hello. Liter prémium minőségű festék. Hello, ügyik vagytok, tényleg. A gyerekek, 40-et elvittek? 40, egyet nem tudtok. Ja, csak egyet nem tudtok, egészen tényleg ügyesek. Ügyesek voltak. Hmm. Jó. Gyerekek. Ja. Mi ja, még megszólásunk van? Nem, csak leültem egy kicsit, megfáradtam. Fél tíz múlt, pontosan 2 perccel M6-os Pécs irányában a 45-ös kilométernél fekete kutya sétál, vigyázzon mindenki, Kari küldte nekünk. Köszönjük szépen, holnap Ez Dávid személyesen is megtisztelt titeket már reggel 6 órán. De jó! Várjuk, hozzá teniszlabdát, ütőt! Minden, azt minden, minden, mindent hozzá. Így van, mindenképpen, gyere, a kökinő lesz. Ez itt a Best of Morning Show. Itt van a Well Hello zenekar. Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Figyeljetek, mikrofon szűkében vagyunk, ez azt jelenti, hogy aki beszél, az nyugodtan kapja el, vizualizáljon oda bármit, hogy mit kap el, csak jó közel, jó? De ezt gondolom a koncerteken is így megy, nem tudom, jó közel, egyébként itt van. Vagy ott van két mikrofon. Igen, a koncerteken azért szokott jutni kettő. Jól fut a szekerük. Nem egymás elől vesszük el, hogy erre gondoltál. Egy abót. Itt az kell, hogy jó közel. Na, mi történt a lábadban? Ez még egészen friss, ahogy látom, egy nagy gipszben érkeztél hozzánk. Így van, 3 napja sikerült egy nagy rekládát rájteni. A rekláda, hogyha valaki nem tudná, rengeteg hangszer van benne, és egy borzasztó masszív doboz. De mikrofonra van pénz, ródra nincs? Nem én vittem, én csak már egy-két pálinkát megittam, aztán hirtelen fordultam be a sarkon, ahol meg pont hozták ketten a rekládát, és az első az egy kicsit elejtette, és egy kicsit ott volt a jobb lábam, úgyhogy 3 lábujjam eltört, meg így középen a középszár csontnak hívják talán, és ilyen mindenféle járulékos csontok, úgyhogy hát most egy hónapig ez van, de nagyon nem érdekeltet, ugyanúgy folytatom. És, de ez fekvőgipszem. Hát ez fekvőgipszem. Jó, ahhoz képest egész jó vagy. Igen, viszonylag mobil vagy, ez képest. Tényleg fekvő? Komolyan? Igen. Pont arra mentem ki, amikor emlegettétek, hogy akkor lesz majd rossz, ha nagyon büdös lesz, ugye? Tehát erre értem ki, hogy ezt éppen mesélted a Tominak, hogy ez majd akkor lesz nagyon rossz a büdös. Igen, meg, hogy rendkívül válban azért meg fog erősödni, illetve tricepsben, úgyhogy úgy ki lesz pattintva. Vagy. Igen, mert azt tudni kell, hogy a Diaz a személyedzőm is egy kicsit, bár hát nem látszik egyébként, úgyhogy ez nem volt feltétlenül dicséret. Rajta vagy rajta, ki nem látszik, hogy személyedző. Ja, szóval a Diaz mindenben belelátja azt, hogy mit fog erősíteni éppen, és melyik izomra jó.
Elképesztő az a fajta betáblázottság. Most itt Jani nézte át a koncertjeiteket. Hát az valami hihetetlen. Persze, mert ideóval olvasgatja az ember, hogy ez a kis csapat, meg az a kis csapat milyen népszerű, de hát igazából azt, hogy egy csapat mennyire népszerű, az semmi más nem mutatja meg jobban, mint hogy mennyi fellépése van egy hónapban. Megnéztük a júniusotokat. Ti népszerűek vagytok. Ami azért izgalmas, mert ugye olyan nagy daltermés még nincs. Tehát amikor a Velhelót felkapta ez az ország, és azt mondta, hogy az összes falunap, és az összes mindenütt, akkor volt három dalotok összesen, amikor elkezdődött a dolog, most már nyilván több van. Miből igen. áll a koncert? Sztorizgatás? Stand-upolás? Kártyatrükkök? Nem, hát. Vagy egy-két neoton dal, mint a Kassa Tibi. ez jól elindult, aztán jól vissza is mondtuk az összes falunapot, szóval nagyon vállalunk ilyesmit, de zenekarral megyünk csak, és nem is vállalunk ilyen Kassa Tibi féle CD-s megoldásokat. De amúgy... ő is élőben van, nem akartam látni, hogy ő élőben van, zenekarral csak énekelni egy-két neoton. De őt ezért kedveljük. Na, falunapokon nem. Pedig milyen jól hangzik, amikor fölmegy a TSZ-nök, vagy nem is tudom, hogy most mik vannak. Ugye fölmegy a polgármester, és azt mondja, hogy na, a pörzsölés előtt, akkor itt vannak ezek a Venó srácok, a rakpartod elnyomják. Én ezt 5 évig nyomtam, nekem volt egy fél órát késett a fellépésem, mert le kellett dobálni a fákat, mert favágó verseny után voltam. Én megértem, hogy ezt nem nyomjátok. Komolyan mindent is szeretem. Ha erre már egy zenész azt tudja mondani, hogy gyerekek nem, az már jelent egy bizonyos szintet. Komolyan mondom. Tehát ez tökre megértem. Ennek ez még a Tomikám, mert a Böllér még nincs itt, majd mindjárt, de csak még nem. Igen. Meg a Józsi, mert combon szúrta meg. Hangosítása, itt vannak a beagok, átszok a 20 éve, jó volt a Omegának, nektek is jó. Igen, és tipikusan fején a részek polgármester, aztán Bunyós Pityu és a Solymász bemutató között ott el lehet lenni. De szép. Neked, Tomi, egyébként az egy tudatos döntés volt, hogy a fluor jelenség után te ne egyedül folytass, hanem valami teljesen más csinálj, hogy kilépj ebből a fluor tomizós dologból, amiben azért elég hosszan benne voltál, nyilván érthető módon, ez egy tudatos döntés volt. Vagy te? Nagyon más választása nem volt valóban. Nyilván más kezelni egy csapatot, én is jobban tudok így idézőjelben brandként tekinteni rá és pozícionálni valahova, meg nekem az egy borzasztó nagy tanulság volt a fluoros évekből, hogyha hülye gyereknek mutatod magad, akkor elhiszik. Úgyhogy ezt én besoptam. Jó, mondjuk tettél érte. Abszolút, de kitaláltál egy brendet, egy félreálló baseball sapkát, kicsit ez a hülye, ez a szerencsétlen, és úgy érezted, hogy ez kezd rád ragadni, vagy azt gondolták az emberek, hogy ilyen vagy? De igen, kezdték azt gondolni, és közben meg nem annyira. Tehát, hogy akkor is ez egy teljesen komoly, tudatos döntés volt, és épített döntés, csak igen, azért olykor túlhúztam. Aztán ez a tanulság nagyon jól jött a Velhelónál, hogy ezt pedig akkor már egy prémium app kategóriába pozícionálni elnökibe. És elnökibe! Elolvastam egy-két dalszöveget, majd mindjárt a papa kér egy kis segítséget, hogy segítsetek nekünk, még közel a 40 felé, hogy én is megértsem. Azt még el akartam mondani, tegyük hozzá, hogy mi a Tomival már a Velheló előtt is tevékenykedtünk együtt, hogy két számunk vagy három meg is jelent, illetve egy évig konkrétan jártunk is fellépni, akkor még úgymond félórás zenekar nélküli megoldásban. De rohadt sok pénzt kellett fizessen, hogy föl is vállalj. Ugye? Hát nem, igazából nem volt pénzem, a Tomi meg így meglátott a gettóba, és akkor fel akart engem fedezni. A mocsokból kiragadott. Majd erről csinálok egy filmet. Figyelj, de te egy ilyen tudatos pali vagy, hogy te egy brandingelsz? Mert akkor most ezt felül brandingelem, meg a Tominak milyen brandje volt, és akkor most a Velhellót hova brandingeljük? Tehát, hogy te közben ezen egy ilyen marketingesként, önképzett marketingesként kattogsz, hogy hova brandingelt például a Velhellót? Mert ilyen szavakat használsz közben. Abszolút ez történik, teljesen tudatos, hogy azt is meghatározom, hogy akkor mi fér bele, mi nem fér bele, nem tudom, miért ne jöjjön le a tévé forgatni a próbateremben, mert az hogy nem illik a csapathoz, tehát, hogy ilyen legyen, és hogy fésülje a haját, és van-e csoki a kocsiban. De én ezt bírom, ha valaki ilyen tudatosan gondolkozik, tehát azért nem mész el egy reggeli műsorba jópofáskodni 3 percen műsorvezetőkkel, hogy beszélj a napi horoszkópról, mert hogy ott legyél és szerepelje. Tehát minden olyat bevállalsz, ami mondjuk a csapatnak jó, de építő, de nem feltétlenül az öncélű szereplés a cél. Jól értem? Így van, meg mostában nagyon szeretek aludni, mert nagyon keveset tudok, de tény és való, hogy nem megyek be a Twilight-ról beszélgetni mondjuk a Mokkába. Ez még mondjuk egy Flor Tominak 3 évvel ezelőtt jól állt volna, nem? Vagy 5 évvel ezelőtt? Igen, akkor azt túl is vállaltam, de én konkrétan nem tudom, amikor bagetteket dugdostak az emberek ajtókba, már azért a témáért is bementem, és na ott éreztem azt, hogy
mi az Isten csinálok egy bagettel a kezemben reggel, 7-kor, tök álmos. De bedugtad legalább. Bedugtam be, nem tudom, hogy ketté törtem és kardoztam vele kb. De ez teljesen. Ez a mit utolok egyébként nagyon kísért téged? Vagy titeket? Hogy írni egy hasonlót, írni egy ugyanolyan jót, írni egy olyat, amit többen néznek, egyáltalán kérik tőled, hogy játsszál ezt is? Mert tudom, hogy nem játszátok. Teljesen tudatosan. Egyszer se kérték még a gránátos dalomat egyébként többször. Az nagyon szimpatikus, Dali. Azt én is jobban szeretem. Igen. A pont-pont-pont gránát, igen. Az nekünk az utolsó dalunk lenne, amit lejátszanánk. Igen. De hogy ezt az emberek tudják, hogy ez egy Well Hello, másik sztori, és itt már nem kérünk Mizút? De ezt ketté tudják választani? Így van, ezért sem Fluor és Diaz amúgy, mert nagy annak vége. Igen, hogy érezzék, hogy nem. A Mizút szerintem körülbelül ilyen 1300-400-szor eljátszottam, elreppeltem, vagy eldallamos reppeltem, és így úgy döntöttem, hogy ez itt tök jó volt. És megutálhatja az ember a saját dalát, és kicsit eljuthat odáig? Hogy... Hát nem utáltam meg egyébként. Csak elég volt. Ja. Na jó, egy kicsit igen. Kimondhatjuk, hogy azért már úgy nem éreztem annyira magaménak így ebben az időszakomban, meg életszakaszomban, hogy a két kicsi legózzak, meg egyébként jó, mert az emberek már nem annyira mondják ezt, megszokták, hogy rakpart van, meg apuved, meg hashtag elnök, meg nem tudom. Hashtag elnök, Jóló király, igen, mindjárt átnézem, egy rohadt büdös szót nem értek ebből az albumból. Amellett, hogy nagyon kedvelem, hallgatom a szöveget, egy rohadt szót nem értek. Mi a megosztás? Egyébként mindenki ír mindent, összerakjátok, vagy van zene, van szövegfelelős, és a kettőből áll össze a Well Hello? Hát nagyon jó a munkamegosztás nálunk, általában a Tomi írja a szövegeket, Max a refrén, néha összeülünk és agyalunk rajta, de tényleg a Tomi a szövegfelelős, én meg a dalokat írom. Te mit csináltál előtte? Neked volt zenei képzettséget, csináltál valamit, vagy ti valahol haverkodtatok, kiderült, hogy jól működik, és azóta együtt. Hát mi a foglalkozás? Én leginkább zeneszerzőként dolgoztam, hangszereltem hazai előadóknak, illetve voltak kisebb próbálkozásaim külföld felé. Mondd a karamellt. Igen, még, de a Tomi úgy szokta mondani, hogy de az amúgy dolgozott a karamellel is, meg minden. De ez írtál neki dalt, vagy vittél neki kávét, amikor kért egyet? Ugye nem mindegy azért, hogy az ember hogy dolgozik, milyen minősítésében a karamellel. Hát, hogy mi volt? Nem, hát dolgoztunk együtt, például a Vízió című lemezén, öt dalban is dolgoztunk együtt. Nekem ő volt az első így a pop előadók közül, még egy benzinkúton dolgoztam, és akkor hívott föl. A Gyáli úti benzinkút. Fej. Múltkor hatalmas flash volt, hogy mentünk fellépni, és pont mondtam a srácoknak, hogy most jöttem rá, hogy itt dolgoztam, és annyira... Isten, hadd tankoljam én meg az autót. És hogy a Tomi meg kiragadott innen a mocsokból, és most itt vagyok. És oda mentél Tomi, és azt mondta neki, elnézést, a szélvét lemoshatom a lányszintet, jaj, basszus, ezt zavarogtam már, hogy ez a régi emlékek megrohanta. Nem akarok nagyon komolykodni, de kíváncsi, hogy ti hogy látjátok azt a generációt, akinek egyébként szól a dalotok, hogy milyen ez a 15-18-20 éves generáció, talajvesztettek, mivel lehet őket megfogni, minden második ember akar elmenni külföldre, mit láttok erről a generációról, akinek egyébként írjátok a dalokat, és akinek szól ez a dolog? Hát figyelj, egyébként nem feltétlenül neki írjuk, meg egészen meg vagyunk lepődve, például múltkor Moson Magyarra van az első három sor milfekből állt, és nem meg is volt. Na, ezt látod, tudom, na, ezt látod, értem. Ezt már Jani is érti. Egy jóféle milf az első sorra, gyerekek, a fél kezünket adod. Kérdezzétek a mestert. Így van. Jó, végetek néha lepattanózni? Végre egy. Ezt a szakszofonosunk szokott. Igen, ővé a milf kategória, az ővé? Ja, meg szoktuk kérdezni, hogy na, ki akar csókolozni a szakszofonossal, és akkor felteszik a kezüket a lányok, és akkor lecsókolja az első sort. És múltkor feltettek egy képet az egyik ilyen megosztó oldalra, és azt írták, hogy hashtag a szakszofonos rámegy a lepattanókra, valami ilyesmi volt. És konkrétan csókolozik a rajongók a koncert alatt. Fúj! Fúj! Látod, ilyen a best of-ban nincs? A rohadt, hogy valaki felmegy, és a dobossal smárolni. Na, ővele igen, de csak fiúk. És akkor a kellemes milfa végén azt mondja, akkor átadod majd a Diaznak, ugye? Persze! Hogyne! Elvicce! Szóval nem kifejezetten egy generációnak szól, ezt kezdted el mondani a zenétek, ugye? Nem, széles a merítés. Nem. Sőt, nekem például anyukám barátnői ennyit még nem jártak koncertre, úgyhogy látom, hogy több korosztálynál bejött. Hát, hogy mit látok a generációról, az érdekes, mert néha én is ilyen furán öregnek érzem magam, hogy bezzeg, amikor én még, de közben... Te mennyi idős vagy, Tomi? 27. 27? Úgyhogy néha érzem. És anyukád barátnői? Ugye? Hát egyébként fiatalok, maradjunk annyiban. Igen? Na. Őket csókolta meg a szakszofonos. Nem már! Nem. Ki a nagyobb csajozógép kettőtök közül, tessék? Ki az, aki szívesebben marad koncert után, mi közönséggel kapcsolatot ápolni? Hagyjuk a szerénységet. Hagyjuk a szerénységet. Diaz, igen?
Oda-oda éreget? Hát, nem, abszolút nem. Fúj, de rohadt kabus vagy! Miért nem mondod meg, hogy igen, basszus, fiatal vagyok, menő zenekarba szerepelek, csajozom, hát ezzel nincs semmi baj. Nagyon szeretünk elbeszélgetni a lányokkal. Nyilván. És sem a relativitás elmélet. De szeretjük átadni a szaxofonosunknak. Őket. Szeretitek átadni a szaxisnak. Atya Isten. Na nézzük, tessék, apu vedd meg! Ugye beszéltünk erről, hogy mi ebből egy csomó mindent nem értünk. Előttetek is ott van a dalszöveg, vagy csak én? Én az enyémet neked odaadtam, ők meg csak tudják. Tessék? Én tudom fejből, igen, menni fog. Tudod, tudjátok, hogy Laci olyan gondos volt, hogy ők is kaptak a szövegből. Hát, ha nem megy, mi? Bio-SS hashtag... Bio-SS-veg, ugye hashtag? Hashtag sex. Ez mi ez a Bio-SS-sex-veg? Hashtag heg, ez micsoda? Ez mi? Hashtag kertek. Tudom kell, ha a gyerekem erről beszél. Ez micsoda? Tehát ez mit jelent? Hát alapból ugye van a super swag, az a boss swag, a mi van? Mi az, hogy a super swag, az a boss swag? Egy 5 évesen és egy 38 évesen ültek, csak mondom, hogy óvatosan. Tényleg csak annyit kérlek, hogy az egyik slanget a másik slanggel nem magyaráz. Higgyetek el, a Feri is tud olyat mondani, amit nem ismertek. Inkontinencia. De már szépen kezelik. Nem, hát mondtad, hogy ilyen geometriai elemek. Na ugye, ott megfogom, mi parallelepipedon. A pipedon, te azt nem értettük. Nem, hát ez a főnöki elnökiség a boss swag. Igen. De mondod, ez miért mondjuk, a swag ez csak a azért használd így a BOSS-nek, hogy kijöjjön a dalban a prozódia? Hát nem, hát ez a főnöki elnöki BOSS. Aha, BOSS. De adom. Én szeretek betűzni, FLUOR, stb. Én mindig betűzgetek. Tehát az első sor apján arról szól, hogy van valaki, aki baromi menő, és akkor az apja megveszi ki neki a rakpartot, a Jampi élére vasalt nadrág, fogkövemet Swarovskiból rakták ki, a nyaklánc a fejemet húzza rajtad, mi ez a gúnya rajta, Gucci van, te csóró vagy. Ugye, tessék? Mehetne már koncertre? Jól érzem. Tehát, de ez nem a ti világotok, nem? Vagy ez a ti világotok? Vagy... Nem, igazából ezek a kis tapasztalatainkból születtek. Ugye rengetegszer láttuk klubokba, hogy nem tudom, különböző városrészekből megérkeznek fiúk, lányok, és mondjuk a lányok... autójával, nagyon drága telefonokkal, drága cuccokban. És veszik az iróniát? Vagy pedig ők is lelkesen éneklik azt a szöveget, ami róluk szól? És egyébként ez direkt így született, hogy egyébként aki magáénak érzi, az is szeresse, aki meg utálja őket, az is, és ez egy ilyen csodás, ilyen összetartozás érzés növelő történet. Most már meg vagy a meg, abszolút, minden nem, persze. De azt nézem, hogy mi van még jó, benne. De a többit azt egyébként értem. Tehát, hogy egészen jó hozom. Tessék? Sex. Fura ez a három betűs. Az Isten lehet. Tudtok valamit a péntekről, hogy mi lesz ez pontosan? Megkaptátok már írásban? Jöttök hozzánk, ugye? Klassz nyárparti. Fröccsös. De te nem ihatsz, mert a másik lábadat is eltöröd azt a tolókocsizó hát egész nyárat. Én majdnem elestem itt a lépcsőn felfele menett a diasz kapott el, úgyhogy ott leszek, de szerintem nagyjából ilyen felpolcolt lábbal. Az jóló lesz. Ezt most jól használtam? Jóló. Jóló? Jani, jóló megvan? Nagyon, hát én nekem megvan, mert hogy minden nap hallom a 13 éves lányomtól ezeket a dumákat. Csak nem ért, az a baj. De most már érte. Furcsa most játék. Most már érte. A lányod is nyomja ezeket? Persze. Csak mondom, hogy hangot nem értek az egészből. És amikor megkérdezem tőle, hogy mit jelent, akkor meg... És így lepattint. Jó, utoljára tesz a ne otthon falbocsába alatt, hogy milyen jó játék ez a jó. Autogramot elkérted? Ja, tényleg autogramot kell a lányomnak, csak azért most nem koncentráltam, hogy keresem Majka SMS-ét az SMS falunkon, amiben kikéri magának, hogy itt vagytok. Jó, őt is hívtuk. Figyelj, miért? Tehát, hogy titeket például zavar bennak másoknak a sikerei? Ezt így nagy általánosságban teszem fel ezt a kérdést természetesen. Nem, egyébként tegnap pont megnyertük a fonogram díjat. És, gratulálunk, és köszönjük akkor, szépen. Ez a jó szó, ugye? És kaptatok egy posztot? Nem is, ott mondtam Majka is, Facebook oldalán. Amikor átvettük, mondtam is, hogy köszönjük, de kicsit rosszul érzem magam, mert a Majka megint be fog találni a Facebookon. Jó, csak várjátok, mondjuk el akkor, mert ez nem mindenki számára egyértelmű, hogy miről beszélünk, ugye hogy tudják a hallgatók is, hogy Majka kiírta, hogy a Well Hello-t például mi játszunk, és hogy milyen alapon játszunk. De hogy őket nem. Ha őket nem, nyilván hát ez egy program döntés, de ebben nekünk beleszólásunk nincsen. Csak hogy megírta, és pont benneteket említett, hogy titeket igen, de őket nem, közben őket nézték, mint a legtöbben a YouTube-on. Hogy amikor itt találkoztok, ezt így érezni? Vagy van ennyire erős ez a szakmai rivalizálás, hogy ki kit játszik, meg ki hol szerepel?
Érdekes egyébként, mert én nem értem a Majkát, tehát egy tök tehetséges műsorvezető, egy tök tehetséges előadó is, és ráadásul nagyon sikeres hát is. És tehát, ennyi szól a sinyában. Nem nagyon értem, hogy most őt miért zavarja ez, hogy igazából szerintem egyébként körülbelül még 30-szor annyit is keres, mint mi, mert hogy a jogdíjon akadt ki, tehát hogy így annyira nem világos, de azt is tudom, hogy ő egy ilyen hirtelen haragú, temperamentumos csávó, aki így kicsit így felbosszantja magát, kiírja magába, azt utána nem érdekel. Legutóbb amúgy, amikor találkoztunk, akkor egy kocsiból üvöltött ki, mert éppen futottam, és így üvöltött ki egy kocsiból, hogy na mi van, Flóra, mióta kírtam a Facebookra, hogy dagadt vagy, látom, futsz már? Igen, futok. Igen, és gondoltál még valamit hozzám. Jani, tényleg futsz egyébként? Hát most már nem. Most sehova. Kérdez a személyedzőjét. Egyébként nagyon szorgalmas, és tényleg tök sokat fut. Jó volt többet mostában, mint én, és a konditeremben is mondjuk próbálja elcsalni, tehát hogy tudod, észreveszem, mondom, ez 5 kilóval kevesebb, mint múltkor, gyerünk. De egyébként még így is mondta, hogy tök jó fej vagyok, tehát hogy ennél még keményebbnek kéne lennem, csak hát mindig megsajnálom szegény, pláne most. Na, meghallgatjuk akkor ezt a kis dalocskát, amit hoztatok, jó? Nem sokára van egy pici reklámunk, és akkor utána a halott pénzzel együtt énekeltek? Milyen kevesek voltatok már, vagy? Még egyszer? A halott pénzzel együtt éneklitek az új dalt. Így van, az Emlékszem Sopronban című remek művet. Elnöki dalt. Elnöki? Elnöki dalt. Ez a Soproni fesztiválra utal? Ez egy fesztivál főcímdal lesz? Abszolút. Rendkívül megtisztelő egyébként, hogy felkértek rá minket, és idén ráadásul a nagy színpadon leszünk, ami meg azt gondolom, hogy hatalmas szó. Halott pénz meg rendkívül jó címboránk, barátunk, én már évek óta dolgozom vele. Tomi is csinált vele közös számot, úgyhogy így eléggé sima volt az, úgyhogy ez nagy színpad Sopronban, Majka kezelőkörben. Na mindjárt meghallgatjuk akkor az új Well Hello-dal. Jó, 9:30 múlt pontosan, 4 perccel jövünk egy pici szünet után. 3:40 lesz, pontosan 6 perc múlva, és az új Well Hello dal a halott pénzzel. Emlékszem Sopronban, ez a dal címe. Kérdezi valaki, mi ez az új Hip Hop Boys? De szép volt az annak idején. Egy csoda, hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. A legnagyobb. Szoktuk igen. Hallgatni egyébként a turnébuszban. Tényleg? Egy jó Hip Hop Boys, attól jobb kedve lesz az embernek, nem? Tehát, hogy ragadom meg. Ez ó, persze. Zseniális. Hát azt imádom, a kedvenc sorom. Tudom, a von összem megy, kis oda szólok egyet, na hello baby, gyere, együnk egy kis meggyet. Oh. Életet csajozós dumája. Koraduma, óriási, óriási. Igen, csak ti direkt írtok ilyen szövegeket. Figyeljetek, és mi ez a 80-as évek mánia nálatok, ami számomra marhára szimpatikus, de nekem mondjuk kompatibilis is a koromnál fogva. De hát ti azért, hogy éltitek meg ezt a 80-as éveket? Látni ugye a klipeknek a stílusában, zenéileg is nagyon sok utalgattok rá. Kemény 3 év volt ez. Azért, helyetem, gondolom beütött. De durva volt, tehát ezt meg kell télni. Emlékszem, a Csibet csoportban jártam. Igen, amikor kis a jó volt a jelen. Kalapács lett a jelen. Nem, hát én nagyon szeretem alapvetően azokat a zenéket, amik újak, de 80-as évek szerű, de hülye hangzott ez, de van ez a throwback electro, throwback indie megint nevű kezdi műfaj. és ez erről szól, a Di az meg alapból Phil Collins, és ő szereti az igazi 80-as éveket, én meg a mostani 80-asat, ami nem kamu, csak új. De ezt olvasom, igen, Phil Collins, Michael Jackson, Toto, hát ez a komoly zenészeket kedvelsz. Igen, én egyébként anyukám rengeteg zenét hallgatott kiskoromban, és kb. Ezekre nőttem fel, és a mai napig imádom például Phil Collins, tehát, hogy így otthon rengeteget hallgatom, igen, vagy Michael Jackson. És ha jól sejtem, egyébként anyukán kb. Annyi idős, mint a Vadon Jani. Na, és nem engem mondom, látod? Igen, 1970-es, nem tudom, a Mundara hányos, 1970-es, 70-es helyen. Majd megadom a nevét. Jön a Totó Budapestre, csak mondom, jön a Totó. Méltatlanul, a pecsába rakják őket, de most június valamikor 20-akárhányadikán jön a Totó. Milyen jó, hogy nem Zoltán Erikát hallgatott, nem? Anyukát. Igen. Több generációs Well Hello, imádlak benneteket, nagyon jó a dalotok, csak így tovább, remélem az új dal is jól fog menni. Gratulálok, puszi, Dóri. Azt mondja, hogy megyünk egy-két barátnővel a parkba, sok sikert nektek, és a lányomat is visszük, írja nektek. Hmm. Aztán, aha, persze nem csajoznak, diaznak, megvoltam, Zolika Pécsről.
kaland az kaland. Hát ki kell szolgálni. Erről nem akartam beszélni. Mindent a közönségért. Jól van, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Pénteken este találkozunk, akkor mondjuk mindenkinek, hogy a parkban nagy klassz buli, és klassz indító buli, és ott lesz a Well Hello zenekar is. A lányok is jöhetnek, de főleg az anyukák, jó? Jóféle milfek előnyben, így van. Köszönjük szépen, Bicegie, vigyázz magadra, jó intérőt lábad. Csak egy utolsó kérdés, ezt se akartak elhinni, hogy igazi, ezt itt megemlítetted a dal alatt, hogy még valaki ezt se hiszi el, hogy ez is kamu? Ja, igen, na ebből mi lesz, biztos ez is valami hülye ötleted, és majd jövő héten derül ki, hogy mi a poén. Kicsit rád ragadt azért ez az a sztori, nem? Hogy a csávó, aki minden humorizál, és még mindig 16 éves. Igen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, köszi, csávó. Köszönjük a Well Hello-nak. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Albérlet csalások egy internetes portál összeszedte, hogy hogyan és miképpen húzzák le az embereket, ha albérletet szeretnének kivenni. Vannak módszerek, amit a csalók használnak, és hát tulajdonképpen gorcső alá szedték, vagy gorcső alán vették, vagy hogy kell ezt a rohadt dolgot mondani. Minden mit csináltak. Az a lényeg, hogy összeszedték, hogy hogyan vágnak át bennünket, ha albérletet akarunk mi keresni. Vannak németországi szupermódszerek, és vannak magyar módszerek, és ezeket szeretnénk kitárgyalni, úgyhogy akit nem is olyan régen albérlet keresés közben vágtak át, vagy húztak le, írja meg nekünk, hogy mik a tuti módszerek, vagyis hogy őt hogy vágták át. Van egy német módszer és egy magyar módszer. Szerintem mind a kettőz egyébként elég balgának kell lenni, de állítólag működik. Melyik módszert akarjátok? A csak német módszert vagy a magyar módszert? Csak az egyiket tanulhatjuk meg? Nem, az egyiket olvastam el, úgyhogy mondjátok a magyar. Jó, a magyar szeretnék. Hát minek tudnánk a németet, hát nem ott lakunk, érted, itt lakunk. Világos. Ránéztem, ez egy túl hosszú cikk, gondolta Bali, úgyhogy elolvastam a magyar módszert. Én nem tudtam, hogy így csinálják, de zseniális a dolog. Arról szól, hogy... Várja, lehet, hogy valaki most kapcsolódik be az adásba, akkor folytassuk úgy, hogy... És ehhez képest a magyar módszer? Ehhez képest a magyar módszer viszont sokkal pofátlanabb, azt kell, hogy mondjam, a németek a kanyarban nincsen, pedig hát ugye most már, ugye tudjátok ti is, de ehhez képest a magyar módszer az egészen pofátlan. A következőt csinálják. Meghirdetnek állítólag egy lakást, ami frekventált helyen van, jelentsen ez a szó bármit is, jó rezsivel, szép fotókkal, és ezt felrakják az internetre. Aha, aki keresi, az megtalálja. Aki keresi, megtalálja, és amikor lebeszélette az ingatlan közvetítővel a találkozót, és az a rohadékság, hogy egyébként ebben az ingatlan közvetítők is állítólag nyakig benne vannak, lebeszéled vele a találkozót, akkor közli veled, hogy a lakást pont aznap kivették. Ó, micsoda bal szerencse. Pedig ha tudná, és még mesél is, hogy tudná, hogy milyen szép lakás. Aha, gyönyörű lakás volt, nagyon jó adottságokkal, kis rezsivel, szép képekkel, elvehetetlen panorámával, tényleg 100 négyzetméteres loft lakás, 40 ezer ér, ami a rezsi is benne van. Tűzfalt, lebontsák, elvehetetlen a panorámát. Tehát gyönyörű. Viszont a közelben egy kicsit rosszabb állapotú albérlet is van. Aha. Gyere el, ha már ezt megnézted. Nézd meg, hasonló, mint ami a képen van. Egy kicsit ugyan rosszabb, de tuti, hogy tetszeni fog. És állítólagosan a többség, és ezt nem értem, és ezért gondolom, hogy kicsit baleknak kell lenni, kiveszi. Mert lélektanilag te azt gondolod, hogy ez egy jó hely, hasonlít, amit láttál ahhoz. Nem olyan jó, nem olyan szép, de lehet, hogy már bel is fáradtál abba, hogy keresgéled az egyik albérletet a másik után, és akkor ezt használják ők ki. Na, de te látsz egy szép dolgot, ami tetszik. Utána mutatnak egy rondábbat, kevésbé szépet, kevésbé előnyöset. Te ezt kiveszed? Nem mondod azt, hogy ez nem olyan, amit a képen láttam, köszönöm, nem. Ennek mi a lélektana? Vagy miért veszed ki? Hát valószínűleg az agyadban ugye az első képsorozatok mennek, amit láttál a neten, mert az ember hajlamos azt már beleképzelni magát, hogy de jó ez a lakás. Az első, amit a neten láttál, igen, az a lakás benne van az agyadban, és amit a Jani mondott, hogy tényleg ez csak ugyanaz a környék, egy utcával van arrébb, hát akkor miért ne? Plusz azért az albérletkeresők, azt ne felejtsétek el, hogy rettelt helyzetben vannak. Én nagyon sokat albérleteztem, és hát volt olyan, hogy nem gyorsan kellett. Olyankor meg szinte mindegy. Tehát azt mondod, hogy jó, igen, kérem. De azért, hogy ebben az ingatlan közvetítők is benne vannak, egyébként nyugodtan írjanak azok, akik szeretnék megvédeni a mundérbecsületét, vagy ingatlan közvetítők voltak valamikor, már abba hagyták. Nem csodálom egyébként, hogy az ember abba hagyja azt a munkát, nekem nagyon sok bajom van velük.
és elmondják nekünk, hogy hogy lehet valakit rávenni arra, hogy vegyen ki egy albérletet, vagy pedig egy szép lakásról fölrakok képeket. Nyilván az a lakás egyébként sose volt kiadó. Fölrakom, majd letöltöm másnak. A büdös életben nem volt kiadó, de ráva szem a hülyét, hogy akkor egy hasonlót rosszabb adottságokkal vegyen ki. Ebben az esetben szerintem ugye a csali lakásról annyit mindenképpen tudhatunk, vagy sejthetünk, hogy vagy, ahogy mondott, soha nem volt kiadó, lehet, hogy nem is kötődött soha ehhez az ingatlan közvetítő. Hát nem volt kiadó soha. Vagy kiderül. Már hónapokkal ezelőtt elment. De arra tényleg jó, hogy beltessen. De miért veszed ki a rosszabbat? Azon túl, amit a Feri mondták, hogy sietnem kell. Hát én nem vennék ki egy rosszabbat, ha látok egy jót. Én mondjuk az ingatlan közvetítőket nagyon rühellem. Tényleg. Tehát most lehet, hogy ezzel megbántok néhány ember, de a legtöbbet egyébként én értem, hogy megélhetésenkről, de hiénák. Mert fölraksz egy lakást eladni, azonnal jönnek, egymással licitálnak, alkudoznak, egymás alá mennek. Fú, ez egy könyörtelen szakma. És még sokszor egyébként nem is szimpatikusak. Én nem kedvelem őket. És ha beírod hirdetésből, ugye magánhirdetés, és csak magánszemélyek jelentkezését várod, oda van írva, de tényleg. Tehát, hogy nincs izé. És levakarhatatlan, de és igen, nem majd tudod. Mi eladjuk. És mondod, hogy nem akarom. Tehát az 50 milliós lakást nem akarok rajta még 1,5 milliót magának odaadni, mert 3% mondjuk az azért egy ilyen átlagos. 3-4-5, attól függ, hogy állapodtunk. Kizárólagosan csak nála többen hirdetik, igen. De hogy nagy hiénázás megy egyébként, és levakarhatatlanok. Tényleg. Tehát, nekünk, hogy ilyen MLM ügynökök szinte az ingatlan ügynökök sokszor. Tisztelet a kivételnek. Nekünk nagyon pozitív és nagyon negatív tapasztalatunk van, és ingatlan közvetítő kapcsán. És ugyanattól a szemétől. Igen. Egyszer normális volt, aztán kevés. És a negatívok között van ilyen is, vagy volt ilyen is pontosan, mint például ennél az albérletes sztorinál, hogy előre lebeszéltük telefonon, megbeszéltük, de ugye az a környék, de ugye ennek az útnak ezen az oldalán van, de ugye ez az árfekvés, persze, igen, jó, akkor mondott, akkor találkozunk, oda mentünk, és kiderült, hogy nem azon az úton van, nem azon a környéken van, nem annyiba kerül, és mondta neki, hogy ne haragudj, de ezt miért csinálja. De ő is azt mondta, hogy az megvolt az a lakás, csak eladták? Nem, vagy azt állította róla, hogy azon a környéken van, és abban az árfekvés dolgozik, amit mi is kerestünk meg, ahol kerestünk lakást. És ehhez képest kiderült, hogy a kanyarban nincsen. De ugye Lőrinc és nem Imre. De ugye a Királyhágónak ezen az oldalán. Persze, ahogy mondja. De ő egyébként mire számít? Tehát, hogy rosszabb helyen mutatja, nem ott van, és elmondja, uram, nem ott van, nem oda viszel, de azért megzsalom önben. Én megkérdeztem, hogy ne arra, hogy de miért raboljuk egymás idejét, miért csinálja ezt velünk. Nekem más dolgom is van, mint hogy magával találkozzak egy fiktív, nem létező lakás kapcsán. És mit mondott? Hogy semmit. Hát azt hitte, hogy érdekel minket. Csali. Egyébként nem mész oda. Balázs. Ez is Csali, ami a Janié volt, és a föltett kép is Csali. Mert nem fogsz oda menni. Tehát ha fölteszi a rosszabb lakást az albérletes, hogy ennyiért ez itt kiadó, akkor nem fogsz oda menni. Fölteszi a jó lakást, akkor már el akarsz indulni, már meg akarod nézni, azt mondja, hogy ezt kiadtuk, van egy picit rosszabb. Akkor már úgy, hogy vele, hogy figyelj, úgyis arra szántam. Figyelj, csak úgyis oda megyek, és akkor ott vagyok, már ha nem annyival rosszabb, na de utána hülye vagy, ha kiveszed. Oké, de oda mentek százan, és abból valakit talál. Hogy a nagy számok alapján valaki meg rábólik. Hát ha eladja, hát ha kiadja, ugyanakkor meg a hitelességét kockáztatja vele. Na igen, valószínűleg 90-en rosszá ízzel távoznak a 91-dik. Egy hát, ha megveszi a jutalékot, hát, megér. Igen, de a jutalék megvan, ő egyet elad, egyet kiad, és megvan. Egyébként igen, igen. Te sem vagy, Szimpi, mégis hallgatunk mindenre. Írja nekünk egy ingatlanot. Jó. Na, drága hallgatók, aki mostanában próbált ingatlant eladni, venni, segítsen nekünk, hogy milyen trükkök vannak, vagy akár tényleg ingatlanosként dolgozik, hogy vágják át a lakásokat keresőket, az albérletet keresőket, hogy vágják át azokat, akik lakást szeretnének venni, milyen trükkök mennek. A német egyébként egy sokkal egyszerűbb dolog, ott annyiról van szó, hogy egy Western Union szolgáltatáson keresztül neked az előleget kell elutalnod, és azáltal, hogy előleget elutalod, kiderül, hogy soha nem volt semmilyen bérbeadó, soha nem volt semmilyen teljesítés, soha nem volt semmilyen kiadó lakás. A németek pedig ugye hát mégiscsak látnak egy szép albérletet, és a kauciót le kell tenni a Western Union számlára megadni, és elutalni. Ja, ez nagyon bagatell módszer egyébként. Ez pénzlenyúlás, így van, nincs szó lakásról, nincs szó albérletből, meglátod a képet, elutalod, és ott állnak hülyén, és kifizettél, mit tudom én, 3 havi kauciót, úgy 1,5 millió forintot, hogy se lakás, se albérlő, se tulajdonos, senki. Föladnál így azért egy számlára pénzt? Nem. Hát azt hinném, a németek ennél precízebben. Igen, ezen az pénzátutalós, ugye, mert ez azt csinálja, hogy ha készpénzt akarsz valahova elküldeni, tehát ha mit én vagy ismerősöd bajban van, akkor bemész ide, és ott meg odaadják neki a pénzt. Hát ez ki, ez követhetetlen. Ki az a hülye, aki ezen keresztül utal? Totális. Már ilyenre. Mert egyébként a szolgáltatás maga oké, de egy ilyenre. Nézd, nagyon aljas. Igen.
Albi keresés 50 ezerért meghirdetett lakás, a helyszínen ment fel 80 ezer plusz rezsire úgy, hogy 21 embert hívtak egyszerre egy időbe. Ha nem vagyok ott, nem hiszem el. Ja, és licit? Hát ez is tipikus. Ezt hallottam én is, hogy licitálni lehet, hogy egyszerre hívják oda, szóval, hogy 50 ezer. Ki ad érte? 51, 58. Ott áll egy csávó kalapáccsal. Először, másodszor, senki többen. Rohan meg, és ott folytogatják egymást az albérlet keresők, miközben valaki odaér és 80 ezerre leütik. Keresi nélkül, harmadszor. Emberrel nem azt tudod, hogy érzsivel együtt. De ez még számomra kevésbé inkorrekt, mint amikor elvisznek téged egy kamu hirdetésre, vagy elvisznek téged egy másik lakásra, és azt mondják, hogy art az... Szóval az van, hogy gyerekek, többen jöttetek. Hát ha tudod, 50 ezerért indult, én nem tudtam, hogy többen jönnek. Egy ember jött, százal jött. Na, nem igazanosztál te valamikor, te? Higgyék el, én azt hittem, egy ember lesz itt. Hát, hogy sorok állnak a ház előtt, hát nem tudok mit csinálni, ki a többet. De az egy döntési helyzet, hogy adsz vagy nem adsz, mégis arra a lakásra mentél. Nem korrekt, nem azt mondom, csak kevésbé inkorrekt, mint amikor tök máshova visznek. Inkább így fogalmaznék. A közelben árultak nagyon sokáig egy olyan házat, aminek az alaksorában élt egy néni, és ezt elfelejtették. Egyébként tényleg. Ez mit jelent, hogy hallanak valamin ezt ott egérneszel, vagy hogy? Képzeljétek, az volt, meg volt hirdetve a ház, és elfelejtették mondani, hogy haszonélvezőként ott él még egy néni is a pinyó basszú terében. És amikor oda mentek, és megnézték, mondták, hogy és a néni, hát ő itt lakik. Ne foglalkozzanak vele. Ne vele ülni. Csüket, már nem is nagyon lát. Egyébként kb. Ez is volt a helyzet. De akkor is, hát ott lakik. És akkor lemész a pincébe, tudod, krumplér megízni, és akkor ott botorkál valaki. De várjál, nénit bújtatták, miközben jöttek az albérletkeresők, hogy néni be a ládába, mert most megint jönnek, rácsukták a ládát, az véletlenül néni kiszabadult, és elkezdett zajongani, vagy a néni ott folyamatosan zajongott, csak elfelejtették. Jó, ez nagy, semmi, ne bérlekes. És ez most csak amit. Csak rákoptam. Igen, nagyon ízel, csak csoszogok, sétás közben. Legalább sütött főzött a néni, mert azért néha összedob egy almás pitét. Akkor nekem mondjuk megérni. Nem, passzív volt, csak ott lent a térdegét, időként kiment a közeli közérték, aztán visszament, és akkor ugye el volt. Nem volt tulajdonos, valamilyen haszonélvezeti joga volt, valami korábbi ügyből kifolyólag, és akkor ő ott volt lent a pinyóba. Hát nem tudták kirakni. De ezt valamit soha nem írták bele a hirdetésbe. Mondjuk furén néz ki, igen, egy elvehetetlen panorámával, 100 négyzetméter frissen parkettázva, nénivel alul a félszuterénben. Ja, lakás kiadó. Tehát azért egy ebben a formában lehet, hogy nem indulnék rá azonnal. Igen, betonfödémes, cserepeset, plusz néni. Na, rengeteg SMS jött, úgyhogy a hírek után ezzel folytatjuk itt, hogy próbáltak átvágni már ingatlanvásárlásnál, albérletkeresésnél. Mik a legmodernebb, mindezidáig ismeretlen trükkök, amiket is úgy fedeztetek fel, hogy veletek megcsinálták. Írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva, belefolytattuk a szót a Nickelbackbe. De már nem volt sok. Vigasztalja a Nickelback rajongókat a tudat, hogy 30 másodpercet kicsit lecsipentetünk a dalocskában. Ingatlan trükkökről beszélgetünk, illetve pontosabban albérlet kiadási trükkökről. Egy honlap összeszedte, hogy milyen jó trükkök vannak. Egy magyar módszer, ugye meghirdetnek egy lakást frekventált helyen, szép képekkel, jó rezsivel, lebeszéled az ingatlan közvetítővel a találkozót, közli veled, hogy a lakást pont aznap kivették. De egészen véletlen a közelben van egy kicsit rosszabb állapotú albérlet, ha itt vagy, nézd meg, 10-ből 8 elmegy megnézni, aztán 10-ből 1 pedig, 8-ból 1 pedig ki is veszi. Ez a trükk. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk különböző trükköket, hogy őket hogy próbálták átvágni, mire kell figyelni, ha albérletet akarsz kivenni. Itt azért többen írják, hogy vannak becsületes ingatlanosok is. Nyilván így van, ezt ez azért én is elmondtam. Való. Én elmondtam, hogy kevésbé kedvelem őket, vagy nem kedvelem őket, de nyilván van ezen szakmának is egy-két olyan kiváló képviselője, akik azért nem átvágással érik el. Honnan gyökeredzik ez a gyűlölet? A gyűlölet azt például onnan, hogy én egyszer házat akartunk venni, ingatlanos, nagy nehezen összehoztunk egy találkozót, mondta, hogy ne hívogassuk, mert nagyon elfoglalt, mondom. Hát, ne a kutya fáradt, hát ne haragudjál, fölraktál egy olyan dolgot, ami bennünket érdekel, ez szerkezett két ház, ez talán egyszer két éve elmeséltem, szerkezett két ház. Beszélj meg egy találkozót, flagma volt, undofolt, persze nem mindegyiké, meg azért ebből nem lehet általános következtetést levonni, hogy mindenki ilyen, csak sok rossz tapasztalat. Menjünk utána. Vezetünk hegyen, dombon át, völgyön keresztül, kerülő úttal, 5 perc alatt eljuthattunk volna egy másik úton, megállunk. Megérkeztünk, mondom, gyere, Viki, szálljunk. Gyanús volt, egy ilyen pusztaságba állunk, láttam, hirdetés, szerkezetkész ház. Kiszállunk, ember azt mondja, hogy jó, jöjjenek utána, megyünk, egy-két ilyen félig felépített ház, mondom, biztos ott van valahol mögötte a szerkezetkész ház. Oda megyünk egy olyan földhöz, ami körbe van kerítve. Hátrányoz az emberfél, és ettől komoly, semmi komoly, azt mondja, itt van. A fotón az volt, hogy szerkezetkész, és állt egy szerkezetkész ház. Itt van.
mondom, valami tévedés van a dologban, mert hogy mi szerkez... Ez az. De és ha? Mutat egy földarabra. Egy üres földarabra. Összenézünk a Wiki-t, és azt mondjuk, hogy be vagyunk gombázva. Vagy tehát, hogy valami nem stimmel. Vagy ez az. És mondjuk, de ne haragudjon, hát egy szerkezett kézház itt lesz. Mit lesz? Itt lesz. Hunyják be a szemüket. Itt fog állni. Mondja az ingatlanos, elvitt minket Jézus. Egy föld darabhoz, ami nem hogy szerkezett kéz ház nem volt, egy talicska. Egy lapát. Semmi nem volt. És azt mondta, hogy oké, hogy a hirdetésen az van, de ez nem sokára megépül. Itt áll majd az a szerkezett kézház. Akarjuk-e? Se szó, se beszéd, ültünk be az autóba és hagytuk ott. Ehhez mennyire pofátlannak kell lenni, hogy a fotón ott van, hogy szerkezett kézház. Óriási. És elvisz téged egy földarab, és azt mondja, most még nincs. De itt hamarosan lesz. Itt lesz. Nézze meg a panorámát. Most még ez a ház se takarja. Én itt hátra léptem, és azt mondtam, Viki, a tiéd. Aha. És onnantól kezdve indult a dolog. Én még mentem a kocsiba visszafelé, és hallottam a marcangolás, hogy a cápa tépi szét az áldozatát. Egy-két segélykiáltás az ingatlanostól, hogy nem akartam. Lesz, de jó, 5 percet ültem a kocsiba, Viki beszállt, véres volt a száj, és azt mondta, indíts. Ne kérdezz semmit, csak indíts. Mondtam, lerendezted kicsim le. Úgyhogy indultunk is tovább. Szóval azért ez az arcátlanságot tette el. Nem? Hát, hogy még egy alap se, vagy semmi? Egy földarab, az a sztori. Igen. Itt van Árpi, aki 8 évig ingatlanozott. Hello Árpi, jó reggelt! Sziasztok! Na, mesélj nekünk trükköket, te már erről nyíltan beszélhetsz, mert nem ingatlanozol. Így van, hál' Istennek már nem. Miért hagytad abba? Elég volt. Elég volt. Igazából ez, amit mondtok első körbe, hogy fűtfát megmutatnak, ennek egy hálózatnál voltam, tehát ezt így elmondom, hogy hálózatnál voltam. Ott úgy működik a dolog, hogy meg van szabva, hogy egy nap, vagy inkább így mondom, hogy egy héten hány ingatlan kell megmutatni. Ha ezt nem teljesíted, a következő buli, ami összejön, abból kevesebb pénzt kapsz. Aha. Tehát rögtön így van. Tehát inkább megmutat mindent, hogy a statisztika jól legyen, és akkor utána... akkor már be van biztosítva a következő pénze, és itt nem kevés pénzről van szó, itt akár 10%-ot lehet bukni, a jutaléknak a 10%-át tudja bukni egy értékesítő, hogyha ha ő alá teljesít az ő neki kiírt feladatokat. Tehát van egy kvóta, és még meg kell mutatni havonta 50 lakás. Ha nem mutatod meg, akkor hiába adsz el egyet 3%-os jutalékért, abból még levonnak a 3%-ból mondjuk 10%-ot. Így van. Milyen trükkök vannak még, amivel az embert megpróbálják átvágni? Az ingatlanozásnak a legnagyobb trükkje az, tehát ma azt gondolom, hogy internet világában már nem az Expressbe hirdetnek az emberek, már bocsánat, az újságban, mondom, az újságban, nem az újságban hirdetnek az emberek, hanem internet. Igazából egy-két honlap van, ami működik, tehát már hülye is meg tudja hirdetni az ingatlanját, meg is találják őt. Az egész az arra megy ki, hogy ha te meghirdet az ingatlanodat, ugye van a környéken hasonló ingatlan, amit hirdetnek egyébként ingatlanosok is, és ők egész nap azzal foglalkoznak, hogy nyomják fel a hirdetéseket a netre. Tehát a te hirdetésed a 25. oldalra fog kerülni gyakorlatilag 24 órán belül, ahova már senki nem lapoz hátra. Ja, értem, tehát látják, hogy én magánszemélyként hirdetek, és rám nyomnak egy csomó lakást azért, hogy előbb-utóbb ebből elegem legyen, és elmenjek egy ingatlanoshoz? Nem konkrét a rád, mindenkire. Tehát ez a lényeg, hogy annyi hirdetés legyen fönt, hogy a magánemberek hirdetése kiszoruljon. Azt a mindenit. És ez akkor szépen hátul van, egy idő után fel fogod adni, fogsz keresni egy ingatlanost. Ez egyébként lélektanilag tényleg működik, hogy meg van hirdetve egy lakás, azt mondják, hogy az elkelt, de 10 másig elmegy egy rosszabbat megnézni, és abból egy úgy is kiveszi? Eladónál, kiadónál is így van, hogy persze, fölkint tartanak, kifejezetten jó ingatlanokat kint tartanak az interneten, hogy csali legyen. Mert hogy ugye a lényege még az egésznek az, hogy olyan számítógépes háttér áll az egész mögött, hogyha neked van egy ingatlanos vagy, van egy vevőd, akinek adott paraméterekkel keres ingatlant, én azt ott beállítom, és utána nekem nem kell keresgetni meg semmit, hanem rögtön csipog reggel, hogy na, a Sebessén Balázsnak való ingatlan beérkezett a rendszerbe, vagy akár meghirdetett valaki egy ilyen ingatlant, és akkor én hívjam föl a tulajdonost, megkötöm vele a szerződést, és már ajánlom ki a Sebessén Balázsnak. Ú, de szép azért ez. Szép szakma. Hát vannak ennek a szakmának is becsületes képviselői, de azért kemény világ ez. Ebben a legfinomabb az, hogy te kéred tőlem ingatlanosként, hogy én küldjek neked e-mailbe ajánlatokat, én küldök, te rákattintasz, akkor egy kis, nem tudom, hogy mennyire vagytok otthon informatikailag, egy kis sütit helyez el a számítógépeden, és onnantól kezdve az én, tehát a cégnek a honlapján te bármit kattintasz, azt én tudom.
te figyelsz engem, hogyha én kapok egy ilyen levelet? Igen, és én tudom, hogy te megnézted Török Bálinton ebbe az utcába az ingatlant, az interneten. Megnézted Török Bálinton azt az ingatlant, az interneten. Igen? Ez egy legális. Ez legális, hát sütit helyezett. A sütit elhelyez neked más is, persze. Én csak azt látom, amit a mi honlapunkon, persze. Tehát az adott cégnek a honlapján te csinálsz, hogyha egy idegen, azt nem, természetesen azt nem tudom, hogy te megnézted a sex.com-ot, vagy akármit. Na, csak hol ismered a Jari? Fúj! Igen, biztos a bigtits.com-ot nézi egyébként. Ultra bigtits.com. Annyit tennék hozzá, majd a Jani is elhelyez egy cookit, tudod, amit mondtál. De azért annyit hozzátennék, hogy is. Na jó. Azt is, igen. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-ünk van, megyünk még tovább, Árpikém. Okay, köszi, okay. Csáó. Én is köszönöm, sziasztok. Kedves Juki, ingatlan közvetítő hölgy vagyok, már elmúltam 50 éves, szerintem a szakmámat becsületesen végzem, sajnos sok sikerélménytől, pénztől éles az általatok említett hiénák miatt. Nagyon rossz, hogy ilyen fórumon egy szakmát ellehetetlenítetek. Nem lehetetlenítünk el egyébként, elmondtuk a véleményünket, azt szerintünk lehet, de elmondtuk, hogy nyilván vannak becsületes képviselői is, csak talán kevesebben. Nyilván őket is szorongatják, nehezen tudnak megélni, de az ember sokszor azt mondja, hogy hiéna szerűen csinálják, és nem szimpatikus. A legmodernebb rablás a lepukat lakás tisztasági festése és divatossá varázslása, kamu konvektor, vaterás, hibás főzőlap olcsó látványkonyhával, sarokban mosógép vízkiállás nélkül, gipszer rögzített gipszkarton, nincs váz, kamukecó 10 milliós lakást 300 000 forintos felújítással 18-20 millióra lehet felnyomni magánkézből. Van trükk, még bőven egy asztal sírta. Várj, és nekünk. Akkor ki első mosásnál kiderül, hogy nem folyik el a víz. Igen, itt azért azt is lehet, hogy hülyének kellene, oda mész és megveszel úgy egy lakást. Nézd már, anyjuk, mosógép is van. Hát, és nincs bekötve. Szóval azért ennél alaposabbnak kell lenni a lakást veszel, igen. Az ingatlanosok feltesznek egy kertről egy képet, és miután telefonálsz, hogy többet tudj meg az ingatlanról, mondja, hogy 7000 forintot fizes be, hogy megmutassa neked az egészet. Szép napot, Viki. És azt visszakapod? Megnézési kaukció van? Fizetned ilyen? Kell, aha. Hogy több, be kell regisztrálnod egy oldalra, hogy te kapjál ajánlatokat, aha. Gondolom, igen. Nekünk egy örök panorámás 90 négyzetméteres faházat ígértek, a panoráma az M3-as bevezetője volt, 30 négyzetméter, de három szinten, mint egy vadász lesz, körülbelül 8 éve. De azt nem mondták, hogy a panoráma miről fog szólni. Há, oda panoráma. Biztos nem építenek az M3-os közepére házat elé. És megmarad ezt akár bele is lehetett volna rakni a hirdetésbe. Megmarad a panoráma. Ingatlan szeretünk volna kivenni, és mivel az aktuális lakó nem engedett be senkit, féltve a nemrég született gyerekét, ezért pár évvel korábban készült képek alapján kellett eldönteni három párnak a lépcsőházban, hogy ki veszi ki a lakást. Ezt Lesi küldte nekünk. Neten megnéztem egy kis budapesti garzon képeit, látszódik a képeken, hogy nagyon igényesen sok jó ötlettel használták ki a helyeket. Felhívtam az ingatlanost, és kiderült, hogy nem az a lakás van a képeken, a lakás teljesen felújítandó, a képek csak referencia. Képek, hogy egy kis lakásból milyen sokat ki lehet hozni. Jaj, de gyenge duma. Jó, akár ilyen is lehet belőle. Vegye ki ezt, és csinálja meg. Igen. És akkor mondja valaki, hogy jaj, a becsületes ingatlanosok csak megélhetésből csinálják. Persze. Nyilván átvágnak téged. Oké, hogy szorongatják őket, ez akkor is aljas. A lakás, amit hirdetünk, kis fantáziával és némi befektetés, akár így is nézhetnek ki, mint a képeken látható ingatlan. Igen. Egy ismerősöm kivett egy albérletet, utána kiadta 51 embernek. És mindenkitől csak az előleget szedte be. Ezt Vegetta küldte, az is egy más módszer, igen. Igen. Meghirdetnek olcsó szép lakásokat, aztán ha érdeklődsz, pénzért kapod a címet, 5 és 20 ezer között húznak le, páran nem létező címmel. Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. 4 hónapja nem találok albérletet, mert eltűntek a magánhirdetők, de a csalókat hogy lehetne megbüntetni? Nekem ugyanaz a számom 3 név szokott lenni, vagy nem veszi fel a telefont, vagy fizessek neki 8000-es regisztrációs díjat, hogy lejárt címeket adjon fel, háborító. Írj egy hallgató. Na jó, hát köszönjük szépen. Azért kemény meló ez, nem? Hát biztos, nem hogy nekik is keményen kell dolgozni, csak tényleg az átverések az hol fizetődik ki. Senki nem áll a fejük mellett fegyvere, hogy verjék át naponta az embereket többször. Nyilván vannak becsületesek, és hangsúlyozom, de azokat, akik ilyen így dolgoznak, és ez az erkölcsi szintjük, egy percig nem tudom őket sajnálni. Hmm. Se az, hogy hú, de becsületes ingatlanosok, mert nem. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, láttátok ezt a videót az amerikai házi buliról, amikor is az az új őrület, hogy ki mit tud megcsinálni házi bulim. És arról szól a dolog, hogy amerikai fiatalok azzal játszottak, hogy le tudod-e a számban kilógó virslit vágni szamurájkarddal. Nagyon jó. Döbbenet egyébként, és hát állítólagosan a Daily Mail híre szerint írja egyébként a Velvet is, hogy két férfi fogadott egymással, hogy le tudod-e vágni a virslit karddal. Úgyhogy én berakom a számba.
De ez don't try this at home, tehát senki nem próbálja ki. Ki akarod találtatni velünk, hogy sikerült-e vajon születenek az amutatvány? Már nem jó, hogy házi buli, alkohol és szamurájkard, ugye? Tehát ez ebben a formában már nem egy szerencsés együttállás. De hogy fogadsz? Szituáció János és én vagyunk kissé ittasan a házi buliban, nyilván ez csak rám vonatkozik. Azt mondja Jani, hogy figyelj Feri, fogadjunk, hogyha egy virslit a szádba veszel, én levágom szamurák karddal. Mondja ő, én erre azt fogom mondani, hogy fogadjunk, hogy nem, hanem a nyakamat nem vágod el. Ezt már nem tudod kimondani így, Feri. Szerintem. Fogadjunk, hogy nem a nyakamat vágod, ne. Igen, itt az a kemény, aki azt mondja, hogy fogadjunk és bekapja a virslit, mert szamurák karddal odállni valaki elé azért az ugye? Még nem nagy bátorság. Itt a virslit bekapó ember a nagyon bátor. De ott kell nagyon nagy lendület. De mit mondasz, hogy fogadjuk, vagy nem? Vagy igen. Tehát ezt nem mondhatod vissza. Nem, csak annyit mondani, hogy fogadjunk. De logikátlan, mert egyébként meg mi, elvágod a torkom? Akkor nyertem, ha meghalok, vagy mi? Hát, de. Jogos. De ki legyen? Enyém a vés. Ja nem, most már minden. A videón az látszik, hogy egyébként egy jól bevilágított szobában állnak, és emberünk nem úgy veszi be a vését a szájába, hogy egyenesen tartja előre, hanem felemeli a fejét. Okos. És felfelé tartja a vését. Hát ez okos. Okos. Mert nem föntről lefelé kell egy suhintó mozdulatta vágni, hanem oldalban kell ugye elvágni a vését. Méretes egyébként a dolog, tehát jól megtermett kis virslit vesz be a srác. A virsli, azt hittem, hogy a katana, amivel már. Baseball sapka bekapja a virslit. Óriási. És a srác, aki vágja, először beméri a távot, tehát azt látod, hogy többször lassú suhintással megnézi, hogy kell majd elvágni hát ezt így a virslit. Ez így szokott. Háromszor odamérő, és négyszerre 20 centivel mellé vágsz. Tehát, hogy ez tök egyértelmű. Hát a baltánál is az, amikor fát hasigatsz, ugye, picit beütöd, lepróbáld a mozdulatot, igen, hogy igen. Biztos, mert és utána ütsz mellé, mint az állat. Megállított. A srác nagyon koncentrál, a háttérben állók nagyon röhögnek. Beméri háromszor a távot, és már érzed, hogy nem tud jól. Nyilván a többiek röhögése is sokat segít a koncentrálásban. Igen. Tehát már érzed a videóval, hogy ez nem tud jól lenni. Aki veszi ezt a dolgot, az egy picit hátrébb áll, tehát látszik, hogy ő se bízik. Igen, barátja tudásába. Fél, hogy őt is levágják. És a következő pillanatban azt látod a videón, hogy emberünk háromszori bemérés után neki készül ennek a vágásnak. Nagyon bátornak kell lenni, hogy odájárni, hogy vésével lesz hárman. Suhint egyet, és levágja a srác orrát. A virsli legalább leesik? A virsli is leesik, azt látod még a virslit elrepülni, és azt látod, hogy a srác egész egyszerűen. Jézus Mária. És egész egyszerűen hanyatt esik, oda kap az órához, és itt van vége a videónak. Nem szól arról a hír, hogy sikerült-e visszarakni az órát. Tudjátok, milyenkor a legjobb, amikor az, akinek levágják az órát, még felkiált. Győztem! Ja. Tudod, fogalma sincs szerintem, hogy mi történik abban a pillanatban vele. Fogalma sincs, és szerintem még ő is... Fogalma nincs arra, hogy levágták az órát, azt fogja szerintem, tehát hogy ő se tudja. Figyelj, ne. Szerintem azt abban a pillanatban megérzed, ha levágják az órodat. Tehát azért ott jön egy erős fájdalom. Mondjuk, ha eleget itt áll, akkor nem. Az igaz, ha van, akkor nem. Itt azért szerintem az, aki odáll és a szájába vesz a vizslit, azért ő is tudja, hogy ez... Hát ez nem fog elsülni jól ez a dolog. Nem létezik, hogy annyit iszik, hogy ebbe úgy... Itt mindenki részek, de mindenki tudja, hogy ez attól vicces, hogy itt az ebből bármi lehet. De a bármi az leginkább azt jelenti, hogy egy pár centivel rövidebb lesz valakinek valami. De mi a vésléje? Bemész utána a barátodhoz, akinek levágtad az órát, viszel egy csomag kekszet, egy virágot, és azt mondta, hogy szkúzi. Tehát ezek után azért ez így nehéz, nem? Hát viszel neki egy ilyen szemüveget, tudod, műorral meg bajszal, amilyet a fogapénz és húsba viseltek Virgil Starkra szülei. A legeslegdurvább videó, amit láttam, az egy ukrán, vagy tehát, hogy ti is láttátok, vagy nem tudom, azeri, vagy örmény tehetségkutató, egy ilyen hasonló, mint egyébként a brit Got Talent, vagy a magyar, de hogy brutális. Az arról szól, nem láttátok ezt a videót? Az arról szól, hogy ülnek egy függöny előtt négyen, ők a zsűri, keressetek rá. Iszonyat szocrál az egész, és egy-egy pohár víz van mindenki előtt, és zsűrizik a produkciót. És bejön két 50-es pali, akik láthatóan nem beszámíthatóak. Láthatóan már látod, hogy nincsenek rossz állapotban. Ül négy viszonylag értelmes ember, mert azt gondolt, hogy zsűri, tehát hogy ők azért úgy megállíthatnák ezt a produkciót. Jön a két ember,
totálisan be vannak nyomva. Igen, mutatkozzanak be a Beherovkoztól is. Épp kézláb mondatuk nincs, és egyik kezében ott van. Ezt most elmondva nehéz, ezt nyilván meg kell nézni, de már próbálom elmondani, ezért ott van egy nyíl és egy vesző. Igen. Nem mondott, hogy a másik nálalma van. Várjál. A zsűri felteszi a kérdéseket, és válaszolnak, de még mindig nem esik le se a felvételvezetőnek, se a rendezőnek, hogy baj lesz. Ne engedjük, állítsuk meg ezt a produkciót. Valaki a zsűribe azt mondja, hogy tessék, akkor mit adtok elő? Elkezdenek műverekedni, ilyen lassított kungfu rugásokkal egymást megrúgni, kitérni egymás mozdulatai elől, és ez zajlik fél percig, a zsűri az totál lefagyva, nem érti a produkciót, majd az emberünk egyszer csak elővesz egy almát, és ráteszi a feje tetejére. Annyira vártam. Nem hiszed el, és már borzongva nézed a videót, becsatoljuk, majd nézzétek meg. Borzongva nézed a videót, tehát már érzed, hogy nem lehet jó a vége. Leesik az alma a fejéről, elgurul a zsűri asztal alá, emberünk kicsit utána megy, és újra megpróbálja visszatenni az almát a fejére. Most gondolod, de ha az nem megy, hogy felrakjál egy almát a fejére. A másik ember párbajálásban egymásnak háttal elsétálnak egymástól. Tehát volt koreográfia. Tehát volt koreográfia, de mondom, az egész döbbenetes. Ahogy kinéz, amilyen művelődés házban forgatták, még mindig veszik. És a következő pillanatban azt látott, hogy hátra húzza a nyílvesszőt, emberünk végre nagy nehezen felrakja az almát a fejére, és áll. És hogy még mindig nem szalad be senki, aki azt mondta volna, hogy ne tovább. Ugyan aláírtátok a nyilatkozatot, de álljatok meg. A zsűri dermedve nézi, hogy mi történik. 10 méter állnak egymástól, hátra húzza a nyilat, elengedi. És látod a videón, hogy, hogy a csávó, mint egy zsák, alma semmi, tehát felejtsd el, leesik a fejéről, mint egy zsák. Fejbe lövi. És még látod, hogy a felvételvezető berohan. De ugye nincs semmi baj. De ott leáll, kamera letesz, és a srác eldől, és aki leengedi a nyílpuskát, az úgy nem érti, hogy mire ez a nagy rémület. Tehát, hogy ő azt hiszi, hogy megcsörtént a produkció, lelőtte az almát, de nem látja, hogy az ember pedig mint egy zsák. Fönt van a neten. Az életem legtermesztőbb videója. Konkrétan lenyíl az a cimbit. Azért az, amikor bementek ketten, és lenyíl az a cimbit, és eldől. És valószínű, hogy ott a vége. Vagy hát reméljük, hogy nem. De hogy valami dermesztő. Aki bemenjen, és azt mondja, hogy hát nem, srácok, ez most nem fog menni. Fönt van a bejöttek, mert megkeresem mindjárt, hogy tudjátok megnézni. Te azt gondolod, érted, hogy ők úgy jöttek oda, hogy tudják. Aha. Hát azért jelentkeztek a tévés. Hát vagy valójában ez volt a produkció. És az alma sértetlen! nem mondta. Ukrán tehetségkutató. Jó? Ez ennyit kell bejönni? Jól emlékeztem. Ukrán tehetségkutató. Erős. Ezt a produkciót csak egyszer mutatjuk meg. Igen, kérdés, hogy juttatod őket tovább. Tehát, igen. És hogy tényleg nem volt ott egyéb kézláb ember, aki leállítsa őket. Mert egy házi bulin azért azt mondja, jó, hát persze. Oké, most házi bulin sok manaság történik. Hát mindenki azért szurkol, hogy ott történjen valami. Hát, dermesztő. Késes játék. Azt mindenki csinálta, már tudod, úgy, hogy így szétárod, leteszed az asztalra, és a másik csinálja. Igen, na, nálunk volt itt a kocsmában. Az okos játék, igen, azt sem próbálja ki senki, igen. Az jó primitív. Na, mindegy, ezt a videót nem becsatoljuk, érdemes a környezetet, az asztalt, a függönyt, a linoleumot, tehát hogy az egészet megnézni, hogy... A gyártásvezető meg lehet, hogy azzal szalad, de hogy megvolt minden, kész! Megvettük, átállunk! Átállás! Szegények, atyaisten! De van neki ilyenek, amikor tudod, hogy kb. Ez fog történni. Hát ugye, ezen a videó már az elejétől érzed, hogy itt valami nagyon, nagyon szörnyű dolog történik. Nagy klasszikus, én egyszer szemtanúja voltam egy ilyennek, nyári tábor, egy rüszd bánta az akciót, következő álltak ugye egymással szemben, válszélességű terpeszállásban, és késdobász a másiknak a lába mell. Tipikus. És ugye mindig akkor ugye, olyan távolságra kell ellépni, és akkor mész le angol spárgába, és akkor kibírja tovább. Hát, hogyha mellé dobod, akkor elég sokáig lehet bírni. Viszonylag halaza vagy. De amit én láttam, az nem arról szólt. Az a táborozásnak, ez egy egyhetes táborozás volt, a második napján történt meg az egyik volt osztálytársammal. Rüsztön találták egy izével, egy ilyen egyszerűen izével, kis késecskével. Nem ment vele sokat, mert csak egy olyan 2 centit a rüsztjébe. De utána egy ilyen hazautazás. Hogy hívják előtte? Tetanusz, ahogy illik, stb. De amikor már tudod, látod. Hogy ennek nem lehet jó. Ennek nem lesz jó. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Meséltem nektek, hogy múlt héten életem első és eddig utolsó kis grofó. Kis grofó koncertjén voltam. Hosszú távon tervezel? Figyelj, egyébként igen, azt kell mondjam. Neked egy nagyon jóra való, egyszerű roma gyerek, aki zseniálisan énekel, óriási bulit csinált a csávó, rengetegen voltak kíváncsiak rá, picit kell még csiszolni, tehát ez a lányokat leamigózzuk, azzal nyilván lehet egyetérteni, vagy nem. A dalok jók voltak, volt egy nagyon jó gitáros fiú. A lényeg, hogy azért mentünk ki, mert a 6 éves lányom az óvodában, hangsúlyoznám még egyszer, az óvodában az egyik társától ezt a dalt megtanulta, és így rá vannak gyógyulva. És tegnap a rossz időben bent ültünk, hallgassuk meg a nézését, meg a járását című opuszt. Meg a járását. Hát apa így. Ennyi tudom belőle. Ennyire a haverjaim éneklik állandóan, és kínoznak ezzel. Meghallgattam, egyébként jó. Nagyon jó. Ha elmész bulizni, kicsit ittál, jól érzed magad, és ezt berakják, akkor erre lehet bulizni. Abszolút, kérdezi, hogy apa ki énekli ezt a dalt. Hát mondom, a kis grofó, akinek a koncertjén voltunk. Erre anya a konyhából, a béka. Nem is igaz, mert ő most hallotta, hogy ez nem is kis grofó dal. Kis grafó. Kis grafó dal. Mondtam, hogy szerintem se kis grafó. Persze, és a gyerek meg kis grafomán. Igen, mondom, szerintem se kis grafó, kis grofó. De nem igaz, mert ebben most egyébként van állítok valami botrány is. Ne csináld! Összevesztek a dalon? Valaki nem megírta ezt a dalt, és az övé, vagy ennél bonyolultabb a sztori? Bonyolultabb a történet, mert egy-egy dallal kapcsolatosan lehet ugyan több előadó, de akkor mindig tudod, hogy mondjuk a Santa Mariát is elénekelte még akárki, de tudod, hogy ezt ki írta. Tudod, hogy Kolumbusz Kristóf. Igen, a Kolumbusz Kristóf, lemai jelentve a jogvédőnél, tehát Kolumbusz úr kapja a jogdíjat azóta is. De itt állítólag nem ez van, ajjaj, hanem hogy többen is bejelentkeztek már a szerzői jogvédő hivatalnál, hogy ez az ő daluk. Ne, ezeket imádom, ezeket a sztorikat. Tényleg? Az és most megy a marakodás, hogy kié a dal? Igen, megy a marakodás. Egyetlen egy ember talán nincs benne olyan nagyon, ez pedig maga kis grofó, aki hát sikerre vitte, és a legtöbben az ő verzió. De tudom, ami milliós lájkolás van, igen, meg nézőszám, 10 millió látták, vagy 10 milliószor nézték. Megyek az emberek, de ahogy én tudom, pont kis grofó az, aki nem állítja magáról, hogy igazából ő ez a dal, mert hogy ő ugye kölcsönki, ahogy Feri is mondja. Na de valaki valamikor ezt a dalt megírta? Az meg. Hát valaki valamikor meg, és itt jön az, várjál, itt jön az újabb csavar a dologba, hogyha egyébként meghallgatod a dalt egészében, akkor ez a része, ezt nem tudom, hogy ez népdal-e, de ez egy magyar népdallal indul, aminek a népdal jelentése, ugye mindenki tudja, az az, hogy nem tudsz egy embert megnevezni. Tehát holnap ne álljak elő, hogy a tavaszi szél vizet áraz, az a tiéd. vagy a helybunkócska, vagy nem tudom, ami, ugye nem egészen. Hát, magyarosított. Magyarosított, igen. De hogy mondjuk a tavaszi szélre, ne álljak elő, hogy az az én dalom, mert támadható a dolog. Egy picit. Igen, és most mégis 4-5-en azon marakodnak, hogy övék a dal. Így is van, és hát nagy formátumban. Látva a like számokat nyilván. Igen. Nyilván van. Micsoda vihar ez egy labor hatalmas. Azon gondolkodtam, hogy a Kris grofónak megnézik mondjuk 10 millióan a videóklipjét, ilyen sokan, akkor ha te be vagy jelentve mondjuk Vadon János, hogy te írtad a nézését meg a járását, te kapsz azért pénzt. Nagyon jó ötlet. De kapsz azért pénzt? Most meg bejelentjük. Nem, szerintem a YouTube-os után nem. Hát dehogy nem, te szerzője. Nem a videó után kapod? Nem. A dal? Hát szerintem ott a zene ugyanúgy. Nem, mindenki kap. Hát szerintem a dal szerzője zeneileg, hát a zene miatt néz. Nyilván a klip is belejátszik egy ilyen YouTube-os felvételbe, de ott a zene az alap. Tehát azt kezdték el hallgatni az emberek. Az egy régi népdal, mondjuk nyilván kis grofó is átdolgozta, meg áthangszerelte. De hát akkor nem ő hát írta. Vagy nem tudták lejátszani. Nem tudták lejátszani. De ezt valaki lejelentette, és a szerzőjogvédő ezt elfogadta, hogy ezt te írtad, akkor neki jár ezután a pénzt. Tehát én is cirkuszolnék. Én meg a Rakoncaitól hallom állandóan, hogy ő állítólag minden bulián. Nem azt mondja, hogy ő ezt ő írta, csak tőle ezt imádják, és a nézését és a járását azt már sokan a Rakoncaival kötik össze az Imivel, hogy ő ezt minden buliban előadja, imádják, csajok táncolnak a zongorán és az asztalon, és a nézését meg a járását a Rakoncaitól. De nézi, mi nem mondja, hogy ő írta, csak szereti ő is ezt a dalt előadni. De ide ő nem jelentkezik. Egy gyöngyhajú lányt is. Igen, egyébként a Rakoncai nagyon nagy bulikat csinál. Brutál bulikat csinál. 40-es, 50-es jókarban tartott nők imádják, tehát a Rakoncai bulián általában tényleg 30-tól 50-ig brutál. És általában inkább nők. De olyankor is egyébként házi le kell jelentenie, hogy mondjuk házi buli nem, de hogyha mondjuk egy nagy zenei fesztiválon mondjuk eljátszottál egy bizonyos számot, akkor azt neked ugye le kell jelentened, mert hogy ott ugye az megszólalt. Uh-huh. És azután is kapnak jogdíjat, legalább 6 forintot. Na várj, ez íze véget csak egy kicsit. De ez az? Az én babám
Hát ezt az még tanultuk is általános iskolában. Lehet, hogy ezzel a szöveg. Még Hajé Rózsa Volnékos is kicsit egyébként. Meg a nézését, meg a járását. Egyébként jó adal. Jó adal. Szeressük. Száz aranyért nem adnám. Jó. Száz aranyért sem adnám. Az én babám, az én babám. Nem mondd, hogy nem jó. Falu legszebb lányom. Hajé Rózsa Volnék, betét kicsit. Hogy ne volna, hogy ne volna. Akkor lehet, hogy a Brody írta. Ez már nem. Mert a nézését, meg a járását. Kicsit engedd már el magad, Jani. Ja? Ringását. Emeld meg a kezet így. Húj, de jó. Nézni egyébként ilyenre nagyon lehet. Én utálom a mulatos, de ha elmegyek valahol, és ez szól, és mindenki már kezd egy kicsit makonyára alakulni, és megalakulsz, nagyon nagyot tudsz rá örjöngeni egyébként. Lehet. Tehát erre lehet egyébként. Nem adná. És akkor ő most a grófó. Ő a grófó. Nem, ő a konzsuzsa. Kicsit álmaik dolgokat kérdezek direkt. Igen, van benne. Piros almafához. Ez egy nép, na ez nép, a szöveg nép. Megkötöm szívemet. Gyenge violához. Tényleg. Hajé Rózsa Volnék, persze. Lovamat eloldom. Mikor a hold felkel. Te tőled én violám. Ha mindenki eljön. Csak a halálold el. Persze, de ugyanaz, de Hajé Rózsa Volnék. De a nézését meg a járását. Jó ez, Jani. Jó, de jó. Hozzá már inni valamit, Laci. Ugye, ez olyan, hogy már megvan a hazamennek. Kicsit olyan, hogy már a zenétől megalakulsz. Igen. Tehát úgy érzed, hogy már kicsit megvagy. És ott melletted 50 ember tombol, nagy buli van, az biztos, tényleg. Jó, és akkor most mi van? Most akkor mi? Na, mindenki kap. Mondja, mindenki kapja a lóvét. Akarsz-e neveket tudni, hogy mely nagyságok jelentkeztek be? Ja, a Brody az úgyis is kap. Figyelj, a Brodynak minden, hogy mi van, neki utalunk. Na, hogy őt most hagyjuk is, mert ő kap. A nagyok a Brody, a Presse úgyis megkapják. Tehát, hogy ők biztos. Murigázsi, hogy tetszik? Murigázsi, csordás pangéló. Lovári úrban. Na, és hogy kerül ebbe a fási? Mert én most lehet, hogy összemosok dolgokat, nem? De gyerekek, én még szerintem a fásit is láttam ebben az ügyben megszólalni, de lehet, hogy ez este 10-kor volt, kicsit pszichotikus állapotban voltam már, és nem tudom, hogy egészen mit olvastam. Benne lehet ebbe a sztoriba a fási? Nagyon jól érzed, ő robbantotta a bombát. Hogy ővé a dal, betoljok. Igen, várjál, de úgy, hogy fási Ádám, a mulató zene koronázott szerintem királya, ebben az évben jelentette le, hogy ez a dal az övé. Igen ám, de ekkor jött Roberto. Na ne! Ne, micsoda húzó neve. Ekkor érkezett Roberto. Jött Roberto, aki elmondta. Igen, Roberto ő, aki? A mulatós ma. Ja, bocsánat. Á, jó, csak úgy. Nem, Roberto a mulatós masször. Ne. Most sok. Imádom. Miért? Hát van Postás Józsi, akkor ja. Van mulatós masször. Roberto a mulatós masször. Roberto a mulatós masször. Jumeiho masszáj, svéd masszáj, és most egy kicsi mulatós. Egy kis lingam. Egy kis lingam mulató zenére. Ő Roberto a mulatós masször. Aha. Hát akkor nagyon jó. Na, is és ő már tavaly levédette állítom. Na, várj, akkor rák eltert meghallgatom Robertoét. Roberto is van, és a Fási Ádám féle. És megy a hajtépés, aha. Hát akinek van. Álkítjük akkor Robert. És most már csak közben a fási is énekli, és igen. Szeretné, ha neki utalnák. Így van. A lóvét. Ő idén jelentette le, hogy ez az ő feldolgozása. Ő dal, Roberto viszont állítok már tavaly. Hol van ehhez a Kozsó versus Lady Gaga? Hát kinyúlt Madonna, Madonna versus Kylie Minogue harca 80-as években. Előbb itt tegyünk rendet a Kárpát-medencében. Hát hol van ehhez képest, hogy nyúlt-e a Rolling Stones-tól, nem tudom, a Run DMC, vagy mit tudom én, atyaisten. Na jó, Roberto. Aha, figyelj. Látod ugyanaz? Full Martin Gore. Ki az a Jean-Michel Jarre, gyereke? Ki az a Jean-Michel Jarre? Mi az egy új szöveget, érted? De erre a dallamra. De hát, ugye, ahogy a dallamra, mert szövegként mindenki ugyanazt a szöveget énekli tulajdonképpen. Á, igen, kisebb módosítások. Az meg a dallam is közel így ugyanaz. Így van, megvan a bonyolultabb szavak, nyilván nem mindenki tud kimondani mindent. Okay. Mm. Automosó Laci vagyok, a dal az enyém. Egyébként tényleg. Na. Amúgy ráadásul ez a lovamat kötöttem, igen? Című dalocska, igen? Ez Bartók szerint, ez nem is egy magyar népdal, hanem szlovák. Aha!
csak lefordították. Most azért ebben a bulival ne engedjük be a szlovákokat is, mert most még ők is bejelentkeznek, hogy az övék a dal, és három szlovák mulatos, és akarja, nem adjuk oda. Már így is mányja mindenre rátették a kezdet. Így is nagyon sok szereplő van ebben a sztoriban, tehát ne keverjük ebbe még most bele a szlovákokat, mert most csak ők is bejelentkeznek. Mindegy, hagyjuk. Így izzadik ez Roberto, meg a fás, hogy még a szlovákokat is vissza kell verni. Hát kemény, kemény ügy. És mit mondtál a gyereknek? Nem akarsz hazudni? Nem akarsz hazudni, azt mondtam, hogy figyelj, drágám, felejtsük el, hagyjuk az ilyen jogvédő vitákat. Hallgassuk meg még egyszer, és ezzel meg lehetett győzni egyébként a gyereket, úgyhogy egész délután ment. Na, csak a nézőség. Én ettől a daltól már most kicsit berúgtam. Tehát meg háromszor meghallgatom, ennek tényleg jobb kedvem lesz. Na, fejjük Kisgrófot, megkérdezzük, mi a helyzet, jó? Itt van már velünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Amigo, hello! A Feri volt a bulidon most hétvégén. Figyelj, imádtalak, pénteken Velencén játszottál, ott voltunk a családdal, mert a gyereknek kötődése van a dalod felé. Szuper voltál, tényleg, őszintén mondom. Köszönöm. Annyi ez az amigo a lányoknak nem annyira menő, de más baj nincs vele. De helyes, te helyes egyébként. De helyes voltál, nagyon köszönöm. Jó voltál. Na, kié a dal? Na hát a nézése meg a járása, hát igazából én nem, hát ez egy régi népdal, hát ahogy én ezt tudom. Nagyon sok magyar feldolgozás, úgy mint a mulatósban is vannak feldolgozások, átdolgozások, aztán ez a dalt is, ezt a dalt is átdolgozták, meg én is feldolgoztam. Aztán egyébként egy kedves barátom kért meg erre, hogy ezt a nézését meg a járását című dalt írjam át névre szólóan. Aztán így jött össze, de én ennek nagyon örülök, hogy már közel 10 millió, vagy már hát közel 10 millió. Sokan, igen. 9-2-t látok, de az is egy nagyon komoly szám. Így van, közeledünk hozzá. Igen. És akkor most így mindenki bejelentkezett, hogy az övé, vagy ezt te mit szólsz, hogy itt már Roberto a masször, vagy... Nem, Guszti a kapatos asztalos. Igen, Roberto a masször, Guszti a kapatos asztalos, más jelentett. Mindenki bejelentette, hogy valójában övé a dal. Ha jól hát értem én, amit a Feri mond. Én megmondom az őszintét, hogy ebben nem nagyon szeretnék így belevenni, de... Rohadtul érdekel, csak utaljam. Fogalmam sincs, tehát ez egy régi népdal, tehát ennyi aztán. Tehát nem akarsz ebben nagyon belemenni. Nem, így van. Aha. Így van. De most miért neked például, hogyha a Fásinak jogos a követelése, vagy bárkinek, akkor neked koncert után utalni kell 30 forintot, mert elénekelted a dalát? Nem, hát én nekem ehhez a dalhoz semmi közöm, úgymond, annyi, hogy én ezt előadtam ezt a dalt, én is feldolgoztam, aztán ennyi. Tehát én ezért is nem védetem le ezt a dalt, hiszen semmi közöm ehhez a dalhoz. Ez korrekt. Ez nagyon. De a végén a koncertnek a köszönő listába elmondott, és köszönöm szépen Robertónak, Fási úrnak, Bartók Bélának. A szlovákoknak. És minden. Hogy valaki megsértődjön. Én megköszönöm az Istennek, hogy adta ezt a dalt, és hál' Istennek ilyen sikeres lett. Így is van. Na jó, van. Megy a buli. Oké, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Köszönöm. Köszi, ciao, hello. Szia. A dal az enyém, Conchita. Na, Surda vagyok, az én dalom, ne nyúljatok hozzá. Kukás Robi vagyok, a dal az enyém. Karel Gott vagyok, enyém a dal. Egyébként szerintem simán lehet, hogy Karel Gott is tolta. Igen, sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, enyém a dal. Jött SMS-ben, villanyszerelődező vagyok. Én énekeltem ezt elsőnek az asszonynak. Enyém a dal. Egyelőre úgy tűnik, hogy kis gróf a legszimpatikusabb a történetben, mert ő mindent állít, csak azt nem, hogy ő a dal. De akkor hogy védette le Roberto? A masszőr. A Jumeiho masszőr igazolványával, és a reflexológia, a talpreflexológiai kis, nem tudom, bizonyítványával. Hogy védette le ezt a dalt? Masszázolajos kézzel. Igen. De nem kell bizonyítani valamit? Egy lingam után, hogy védette ezt le? Nem kell bizonyítani, most, hogy levédettem a tavaszi szélvizet, akkor az az én dalom, hát az Roberto hogy tudta levédetni? Hát mi van itt? Nagyon fura. Hívjuk Robertot. De. Így van, csörögjünk rá. Hál' Istennek megvan neked is a számom. Minden nap beszélek meg. Nem, mert jól értem, hogy Roberto levédette? Így van, ő volt az első, aki levédette, utána jött Fási Ádám, aztán... Hát akkor védessük le magyar népdalokat, adjuk oda a grófoiknak, csináljanak belőle jó dalt, ők mennek, hakliznak, nekünk megjön az SMS. Nagyon jó. Hogy utaltak? Hát most ilyen a... Nem? De. Hülyesség? Nekem ez tetszik. Ez az új biznisz. Ráadásul kiderült, hogy egy 95-ös filmben is benne volt Jézusom, már ez a hát dal. Hát a Shy Guys is bejelentkezik, hogy az övék, mert ők akkor tomboltak. Ennyi. Mi lesz még? Találjunk valamit, amit már rég elfejtettek, és gyorsan védessük le. Valami jó. Hombadú, cigarettagék. Kicsit sűrűben játszottad kell, az nem jó, mert meg keveset jár. Igen. Gyerekek, egyébként közben jelentkeznek azért nagyok is. Igen? A dal a miénk. LGT.
Hát jó, mondtuk, Presser Brody, nekik úgy is utalnak mindenféleképpen, tehát ők így is kapnak, nekik nem kell nagyon izgulni. Halló, jó reggelt, Roberto, a masször. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Roberto! Nagyon viccesek vagytok ma reggel, hallom az adást, sziasztok! Hello, igen. Jó reggelt, igen, igen, nagyon örülök neki, próbálom. Te levédetted akkor ezt a dalt? Jól értelmeztük a dolgot? Figyeljetek ide, én megmondom őszintén, hogy ami ugye, nem tudom, hogy a Borsban mi megjelentik, tehát hogy a Fási Ádám népdalát én tettem slágerre, ez egy picit... Érted? Teljes a káosz, ez igen. Ez egy picit túlságosan el van borsozva. Én kijelentettem, hogy soha nem mondtam, hogy az én dalom a szegény vagyok. Ezt a dalt még én is játszottam, amikor vendéglátós zenészként tevékenykedtem, és ugye ahogy teltek az évek, ez a dal ugye egyre fejledésbe ment, és mióta a hazai mulatós piacon vagyok, azon gondolkoztam, hogy mi lenne az a régi népdal, amit új hangszerelésben meg lehetne valósítani. Aha. És így 2004 tavaszán kutattam az interneten, és újra rátaláltam erre a népdalra, a videó megosztó, ugye sok változatban hallgattam lazzi zenészektől, szintetizátorral, és akkor gondoltam, hogy ezt a dalt egy új köntösbe fel szeretném hozni. De levédetted? Tehát ez úgy van a levédetés, tehát hogy mint tradicionális műként van bejelentve, tehát ami nem az én dalom, és mint átdolgozásként védettem le az Artisjusznál, mert mivel ugye ez a dal nekem szerepel egy hanghordozón, ugye CD formájában, és ugye csak úgy lehetett azt, hogyha levédettem, mint átdolgozás. Tehát nem mint saját mű, hanem mint átdolgozás. Aha, értem, mondanám, hogy értem, de értem. Hát az átdolgozást védette le. Tehát maga az átdolgozás a sikerült. És ezek után, ha bárki elénekli a te átdolgozásodat, még akkor is, ha ő egy picit átdolgozta, akkor neked jár a jogdíj? Ez most úgy van, hogy mint átdolgozási jogdíj címén én ugye 25%-ban részesülök. Átdolgozási jogdíj? Aha. Igen. Tehát, hogy a kis grófó énekli, akkor csak részben jön neked. Ez viszont, ez majd a jogvédő miről jobban eldönt, de mert ugye van nekem ebből egy mechanikai játszás és egy nyilvános játszás, ami ugye ebből áll a 25%. Aha. Mechanikai játszás, tehát csak ha kazettán adják le, akkor... Így van, és így van. És be a hangfalakon. Így van. És ugye mi már ebből 2004 júniusában forgattuk lehoz egy videóklipet a régi Nóta TV, ugye a mostani Sláger TV-re. Na most is... ne kavarjunk be újabb és újabb. Ne hozzunk újabb szerelőket, nem sokára ők is becsinálják. És akkor várjál, most mi van a Fásival? Mert hogy ő is bejelentette, hogy ez az ő dala. Jól van, most maradta fel a mellé. Én megmondom őszintén, hogy én a Fási úrat én nagyon ugye tisztelem, és ugye, hogy elismerem, mert ugye azt el kell mondani, tehát hogy az én verziómban én direkt nem tettem bele azt a verszakot, hogy ha megkötöm a lovam. Mert ugye én, amikor ezt feldolgoztam ezt a dalt, én pontosan én te nem kötöd meg. Aha, nem is baj, nem kötöd meg. Én nem kötöttem meg. Szabad tartás, vaklóak, musztángok, értem én. Ne tegyünk zaplát. Ez a kényelmi törvény is van. Hallottam, én ezt tettem. De nem is baj, nem is baj, hogy ezt nem tetted bele, mert ahhoz aztán végképp senkinek semmi köze, mert hogy az az eredeti szövege ennek a négy dalban. Így van. Úgyhogy mondtátok, az ugye az egy 1844-ben kellett. Gyerekek, ehhez képest a Kennedy gyilkosság sehol nincs, komolyan mondom. Ehhez képest az egy egyszerű sztori. Elmondanám, hogy a Bartók Bélának még azt mondják, nem adnak galambomnak című művel van, ugye zongorára írott mű. Aha, mi nem tudjuk, nem beszéltünk a Bélával. Én beszéltem. Te beszéltél. Tisztában legyünk a dolgokkal. Nem az én dalom. Jó, oké. Hát akkor ez csak a Fási állítja nagyon maga biztos, mert eddig kettőből kettő azt mondta, hogy nem az enyém. Figyeljetek, akkor lehet, hogy tényleg a Fási egyébként. Ha még három szereplőt felhívunk, és mind a három azt mondja, hogy nem az ő dala, akkor legyen a miénk, jó? Akkor gyerekek, mától kezdve a mi dalunk. Ha ez senki azt, hogy nem az ő dala, én bemondom, hogy az én dalom. Tehát abszolút nem mindenki számít. Mindenki kiált rá ebből a sztoriból. Én nagyon szívesen elviszem a balhét, hogy ez az én dalom. De még annyit tényleg el szeretnék mondani, hogy ezt a dalt legelsőnek én dolgoztam fel, tehát... Na jó, azért ezt a végére oda tettem, hogy ez a utal az Artisjus tudja, hogy merre van az arra. A 25%-ot össze-vissza küldözgés, csak a te irányod, bár nyilvánvaló. Nem ávasztál idéglenes lakcímekre ide-oda? Neked? Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Balázs! Ha már beszélgetünk. Most mi? Ajaj. Még egy kérdésem van. Na. Ha el tudnád még intézni, ezt a dalt még egy verzióba szeretném meghallani, ameddig még élek,
Addig nem szeretnék meghalni, ameddig Fekete Pákótól nem hallom ezt a dolgot. Ja. Ne, én annyi érdekes embert szabadítottam már erre az országra, hogy lehet, hogy ettől azért megkímélném Magyarországot, hogy ezt még Pákó is elének egyet. De ha van kedve, legyen. Tehát ez ezt könnyebb elítézni, mint azt kérdett volna, hogy Balázs, intézd már, hogy az önkormányzati lakást megvessük, mert hogy... Igen, azt most már 15 éve lakom. Azt hittem valami durvábbat ki. Ebben lehet, hogy tudok segíteni. Lehet. Igen. Okay. Köszi, vigyázz magadra, ciao. Köszi, hogy itt voltál és hívtál minket. Ciao. Hello. Hello, hello. Gyerekek, komolyan. Ez az a senki. Hol van ez képest a Nixon botrány? Jó, de azért... ez a dal senki. Jó, és mégis mindenki. Roberto Giuliára, mert nem tud senki... Jolly? Már bocsánat, Roberto Giuliára. Jolly Jokerére, hogy beszélt Bartók Bélával. Erre már nem tud senki dobni semmit. Atya Isten. Hát most már csak az íze végét, most már fásiét meghallgatom, komolyan mondom. Na. Imádom, hogy most tényleg mindenki ezt a dalt énekli. A hétvégén megvár a Hotel Szír. Megvár a Hotel Szír. Na de most! Aha, ez a lassú. Ez és az úgy kezdődik. Ez a lassú. Ez azért ilyen lassú, hogy a nyugdíjasok tudják a fásival együtt énekelni. Ez egy kicsit lassan. Aha, tehát a grófóik gyorsabban. Begyorsul, az csak aha. Nem mell egyből tempót váltani. Elsősorban Marika most esett le. A székről, a tévében látta, oda kapott a címéhez. Marika, tessék fölkerül, tessék fölkerül. De Ádámot esel zökkentette ki a produkcióból, hiszen csak integetett a biztonság ingyítel. És kiadták Marikát, mint a Jacko koncertet. Hátrató voltál. És utána pedig a kis ritik. Adjátok hátra Marikát, adjátok hátra! Utoljára ilyen tényleg a Jacko koncerttel látni. Na jól van. Na. Hát gyerekek, komolyan mondom. Valószínűleg egyébként Robertónak a masszörnek ez a járása, meg a csípőjéringása, ezt keltette fel a figyelmét szakmai először. Igen. Jöttek még SMS-ek egyébként, hogy ki a dal, nagyon jók vannak. Azt mondja, hogy a dal az enyém, Rákai Filip. Hedővé vagyok, ezt súgtam Andy Vajna Filibe. Kökény Attila a szépségkirálynő választáson ezt a dalt énekelte. Tehát akkor az övé is lehet. Pedikűrös Robi vagyok, ennyi a dal. Írja valaki. Na jó van. Na. Hát szerettem. Ó, most írja Robert Fico, hogy a dal a miénk. A dal a miénk, hogy kerül hozzátok el a kezekkel? Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Zoli következik most, aki hallgatói levelet írt nekünk. Idézném, így szól. Szia, Balázs és János. Itt én még egy kicsit mondtam, hogy hát azért igen, mégiscsak... Igen, olvasom tovább. Igen, nem olvasom tovább, de aztán rájöttem, hogy mit akar, és azt mondtam, hogy yes, na. Ez csak a tiétek. Régóta nagy rajongóitok vagyunk a barátnőmmel, akit jövőre szeretnék feleségül venni. A segítségeteket abban kérném, igen? Hogy vállaljátok el a ceremónia mesteri feladatokat a Lagzinban. Igazán nagy meglepetés lenne ez mindenkinek, egyébként tényleg a fiúknak is, és ti is kipróbálhatnátok magatokat ebben az új szerepben. Kérlek titeket, gondolkozzatok már a dolgon, üdvözlettel, Zoli! Jó, nem. És? Van tovább a levél? Nincs, ennyit írt nekünk Zoli. Egyrészt szerintem marha nagy megtiszteltetés. Az. Tényleg, én azt mondom, hogy minden műsorvezet, mint ami például Szakál Miki, vagy mit tudom én. Egy csomóan csinálják. Igen, még tudnék sorolni néhány olyan műsorvezet, aki nagyon örülne neki. Szerintem, aki hallgatja a műsort, az sejteti körülbelül, hogy mondjuk Balázsnak mi a hozzáállása egy ilyen dologhoz, vagy nekem mi a hozzáállásunk. Szerintem ez egy nagyon privát, nagyon szent, nagyon családi és nagyon bensőséges ünnep, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat a ti életeteknek, ahova mi nem vagyunk valók, és mi ezt tiszteletben szeretnénk tartani. De pont, hogy valók vagytok. Hát ő azt mondja, érted, hogy ti kellettek oda, mert te családtag vagy nála, azzal, hogy minden reggel hallgat bennünket, benneteket még szeret. Ezért megtisztelő, és nagyon szépen köszönjük. Na, ezért és ezért gondolja úgy, hogy legyetek ott ezen az eseményen, és a ceremónia mesterséget is vállaljátok.
látok el. Tehát neked nem vendégnek kell ott lenni, érted? Ez a különbség. Tudom, nem, meg, nem már meg... szinte látom magam előtt, hogy Balázs tartja a kezében a mikrofont, és mondja, hogy eladó a mennyasszony, én pedig állok mellett egy hatalmas fazékkal, amiben folyamatosan kevergetem az 5000-eseket. Miért? Ez tök cuki lenne szerintem. Ketten jól meg tudnátok csinálni a logot. Tehát, hogy nem vendég vagy, nem az asztalnál ülsz. Te nem kihasználod azt, hogy ismert ember vagy, és téged szeretnek, ingyen kajász, nyilván szállást is biztosítanak, sőt, lehet, hogy még hoznak és visznek is kocsit. De. Te nem ezt csinálod, te melózni mész oda, tehát megtisztel téged azzal, hogy élete legszebb napján te vagy az, aki ezt az egészet fölvezeti. Janikám, egyetek így az orántot, karfiol, majd van még egy kis rizibizis, rosejmi, na, egyéb, tudom, hát ez magadban? Attól függ, mert ha rendes vidéki lagzi, akkor ott ugye pörkölt van, éjfélkor meg sült húsos. Tehát ott te rántott karfiol, egy hiszem, darabot érted, se találsz. Galuska tulajdonolásom lenne másnap, mint az állam. Miért nem vállalnád el? Hát... Emiatt? Mert nagyon családi, hát én ez ilyen csendesebb, bensőségesebb, visszafogottabb eseményeket szeretem. Hát ugye köztudomásul, hogy az én esküvőm is cirka 6-an voltunk ott, vagy 7-en, mert hogy azért voltunk páratlanul, mert ott volt még az anyakönyvvezető is. De hogy én nem kerítettem nagy feneket a dolognak. Ha, tehát látok, olyan volt, olyan volt, mint egy esküvői próba, mert zene se szól. De azt nem a lámpa nem volt feloldva. Igen, tehát tisztára olyan volt az egész, mint hogyha az új anyakönyvvezető lepróbálta volna előre, hogy aztán este majd, amikor megjön tényleg az igazi, az első, ahol már zene is lesz, meg nagy tömeg lesz, meg ilyesmi, akkor nehogy hibázzon. Picit olyan volt az a miénk. Semmi zenőt bementünk, tehát a cipőksarkoknak a kopogása hallatszódott, meg valaki éhes volt, meg korgott a gyomra, azt is lehetett hallani a terem, és akkor oda mentünk, és kb. Ilyen 20 perc alatt lezúztuk az egészet, én biciklivel mentem a helyszínre, és... Végig csak könnyen meg tud az ember menekülni. Igen, és elkéstem. Úgy volt, hogy csak annyi autónk, úgy volt autónk, hogy nem fért be mindenki. És ők előre mentek, én megmondtam, hogy majd megyek utánuk bringával. És mentél is, és csak kicsit mentem utánuk, picit késtem, és mivel egy picit már késésben voltam, tekertem itt az állat, ennek következtében már a hónom alatt, meg a hátamon, és később pedig igen, a mellemen is, érted, a szembeszél miatt, csatak izzadt volt az ég, amikor már nagyon jó érzékkel, ugye nem fehér inget vettem fel, hanem valami, hát egyébként valami bézs, vagy valami keking volt rajtam, és úgy néztem ki, valami kis cserkész. És oda mentem, és mondom, csatakizzadság, ma mindenki halálosan ideges volt, Móni majd megőrült, hogy hol a büdös francba vagyok, és akkor, na, és mondta, hogy maguk, ennyien? Nem többen? Nem? És ez a fiú kicsoda? Nem? Zenese? Ja, maga a vőlegény. Ez van. Jó. Igen, nem? Igen? Jó. Viszlát. Kb. Ennyi. Hát megadtuk a módját. Én ugye még adós vagyok a világnak ezzel az eseménnyel, amiben én, mint vőlegény veszek részt, és a béka, mint mennyasszony. Ez jó egyébként, hogy mindig nyitva tartod a kis kaput. Így is, hát most hova kell? Meg még nem kell sietni. Hallod? Annyi dolgunk van még a világban. De jó, hogy neked van egy ilyen exit. Egy nyitott lehetőség. Viszont én elárulom, hogy én életemben kétszer voltam már vőfély. Az egyik esemény az a műszaki igazgatónk Horváth Gyula esküvője volt, képzeld el. Ez még Rádió Bridges-tünk, mi onnan ismerjük egymást a Gyulával, ő ott is műszaki ember volt, én még műsorvezető, és mondta, hogy szerinte én. Mondtam, hogy Gyula, ez nem olyan, hogy csak úgy odamész, és akkor figyelj, megyünk vidékre kikérni a mennyasszony, tehát azért ez egy szakma, de figyelj, hidd el, jó lesz. Na hát nagyon jó volt a dolog, ez volt az egyik, a másik pedig szintén egy barátomnak, az meg a budai várban volt a dolog, és én mondtam ott is, hogy szintén én nem akarom vállalni ezt, és pont ugyanazt gondolom erről, amit te, hogy nem vagy úgy odavaló, hogyha ha nem vagy igazán közel a családhoz, ez az egyik. Másik meg ugye tudni kell a rendes népi lakodalomban, ott tudni kell az összes ilyen rigmust, hogy itt a forró, hús, leves, hát ezekről fogalmam sem volt. És ezt a kettőt mondom, így szívességből megcsináltam, ilyen ceremónia mesternek, de soha többet senkinek. Tehát, hogy nem, ez egy olyan szakma, érted, amihez vagy értesz, vagy tudod ezeket a dolgokat, vagy nem, és akkor meg nem kell vele próbálkozni. Hát, meg szerintem egy ismert ember nem is annyira jó egyébként főfének, én azt érzem. Tehát ne azt mondja, hogy most tudod, most oda mentünk, csak a Balázs. Balázs, hogy futózkodjuk vele? Balázs, na de egy fotót lehetne. Persze, csak úgy már lelicsős a férjed mellé, hogy Balázs. Te vagy a mennyasszony. Ez az este rólad. Nem. Ez szerintem ide profi kell. Profi kell, és olyan ember, aki se onnan nem ismert, legfeljebb onnan ismert, hogy mit tudom, a Dezső mondta a Józsinak, hogy a fiam is külső volt, és a jótól, nem is kér sokat. Hát azt tudod, hogy a vőfély az így jár, szájról szájra. Zsebbe is jó. Számla ugyan nincsen a ezétől a Sanyikától, de figyelj nagyon jól tóla. A felelőjét egyik töltött káposztát, mondtuk neki.
Na, azért, ha mégis elvállalnátok ezt a dolgot, jó? Aha, a igen, Balázsa, igen. Ha visszatér a Balázsa, igen, nagyon. Akkor arra gondoltam, hogy egy igazi segítséget fogom most nektek fölhívni, vagy neked fölhívni, mert ugye egyedül vagy. Turkeve egyik legjobb böllérét és vőféjét, Tóth Lajost, aki már itt is van a vonalban. Jó reggelt, Lajos! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, micsoda rendület! Ugye, lát, hát figyelj, vőfénynek mindig topon kell lenni. Milyen az idei szezon, Lajos? Van elég meló, vagy még valakihez beprotezsáljunk? Nyugodtan beprotezsáltak, hát most így szeptember végéig van minden hétvégére munka. Jézusom. De hát ugye ezt tudod, hogy én nem ilyen élethivatásszerűen csinálom, hanem így amennyi szabadidő van, azt nyilván rászánom erre a dologra, mert szeretem csinálni, de szeptember végéig azért így is van. Aha, csak az íze kedvéért, de akkor pénzt nem is fogadsz el. Hát dukmálják, tudod? Nagyon dukmálják. Hát nagyon rámerőltetik. Olyan erőszakosak ezek a népek. Igen, nem akarom elfogadni, de valahogy mindig a lajbizsebbe bekerül a dolog. Tájegységenként egy csomó olyan szokás van egyébként, amit az ország egyik részében ismernek, a másik részében meg nem ismernek. Te Turkevén is környékén tevékenykedsz. Ez ugye Kunvidék, elmondhatjuk. Igen. Ahol például az egyik legszebb szokás, hogy a leölt jószágnak, a birkának a fejét ki kell vinni a legidősebb embernek. Ez van még? Mi van? Igazából ez a fej kivitel, nem mondom, hogy nem gyakori, vagy nem jellemző, de nem működik már ez annyira, hogy most a legidősebb embernek a birkafejét ki kell vinni. Az biztos, hogy egy kuriózum, ugye tudod, hogy Turkevén eleve úgy főzik a birkát, hogy a fejet ugye meg a lábat azt megperzselik bele, és akkor ez egy ilyen finom falat igazából a pörkölt részeként. Tehát ezt úgy nem nagyon osztogatja az ember, hanem úgy mindig megvannak előre a cél személyek. Én lakodalom során, akik már előre szólnak, hogy majd, hogy hozzám ki a kérdés. Így van, azt majd én kérem. Csak azért, hát az esetben először mindig ugye a párnak kínálat föl, vagy a vőlegénynek kínálat föl, de nem feltétlenül minden esetben. Mert megvan a kép előttem, hogy Jani a fejes tállal megy ki és kikacsint a birka feléd. Én szerintem ott lenne vége a lagzira ebben a pillanatban. Milyen szokás van még, ami nálatok dívik, és máshol mondjuk nem annyira ismerős? Hát nálunk igazából ugye ételekben mindenféleképp ugye megvannak a kötöttségek, ami talán más tájegységenként nem feltétlenül jellemző. Tehát ugye a tyúkhúsleves, meg a birkapörköl, tehát itt a megkunságban ez biztos, hogy ugye ez a fix. Másodt ugye inkább már a marhapörkölt, ami jobban megy, de levesekben is vannak változatosságok. Nálunk nagyon nem jellemző a menyasszonytánc, tehát ezen a vidéken, Szolnok megyében, Nagykunságban, mint mondtam, a menyasszonytánc annyira nem divat. Igazából csak akkor van menyasszonytánc, hogyha a párnak ugye az egyik fele, vőlegény menyasszony, valaki vidékről jön ide, vagy vidékről kerül ebbe a házasságba. De ne, várjál, ha nincs menyasszonytánc, akkor miből veszik meg az első dácsiát? Igen, tehát a menyasszonytánc ugye nem hagyomány jellegű, hanem az ajándékot azt odaadod a párnak a templomi vagy a polgári szálltatás után, borítékba vagy ki milyen formába, és nincs igazából menyasszonytánc, hanem csak menyecske tánc van éjfél után, mikor átöltözik ugye a pár, mint új asszony, mint új ember, ugye visszajönnek, és akkor van egy ilyen szervezett tánc, a menyecske tánc, de nem pénzes. Az jó, tehát már nem kell olyan. Az sokkal jobb, mert ott van megúszó faktor. Tehát odaadod a borítékot, aztán amikor majd másnap szépen bontogatják ki őket, akkor látják, hogy így adjuk egyet az egészségem, aztán van benne egy három, az egy meg kávé. De most például, menyasszony táncban is, hogy egyre több, tehát ahogy haladunk ugye előre a korral, tehát igazából azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül pénzes menyasszony táncot szerveznek, megkérik a párt, hogy az ajándékot adják oda pénzformájában, ez ugye már az ilyen fix dolog, és akkor például sorshegyes dolog van, tehát most múlt héten, ha voltam lakodalomban, ott úgy volt a menyasszony tánc, hogy nem pénzt dobáltak ebbe a kosárba, vagy éppen amivel gyűjtik a pénzt, vagy az ajándékot már adott esetben, hanem sorshegyet, és akkor ilyen kapalmas sorshegyes. Miért az aranyos? Hát ez tökre éve. Bemondják, általában beszokták utána mondani, na kaptunk. Meg kitöltett le skandináv lottó szelvényeket. Hát, persze. Azt szerintem tök jó. Összejöhet. Most is 219 millió van rajta. Figyelj, Jani, ebben legalább megvan a kockázat, hogy mondjuk nem 20.000 forint van a borítékban, hanem ebből lehet nyilván sokkal több is. Meg sokkal kevesebb is, azért azt valljuk be. Sokkal kevesebb is, de egyre gyakoribb az, hogy nem igazából pénzt dobálnak már. Mások, tehát akár már Kecskemét, vagy Dunántúl, vagy sok más tehetségen, viszont abszolút hagyományban mondanak annak a jó, pénzt. Mondjuk ez kreatív. Mondjuk nekem egy olyan megoldás is tetszene, hogy jönnek ugye a vendégek, jönnek a rokonok, jön mindenki, és akkor beledobálják egy nagy fazékba mindannyian a kocsi kulcsukat. És a végén húzhatnak egyet. Ja, értem, nem? Csukott szemben. Ezt dob már fel valahol.
Nekem ez tetszik. Hétvégén, jó. Oké. A lánykikérés az még működik? Tehát azt még neked kell csinálni? Persze, a lánykikérés, vőlegény búcsúztató, ugye a lánykikérés, mennyasszony búcsúztató, ez abszolút működik. Tehát úgy mondom, hogy abszolút működik, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, sajnos egy-két lakodalom azért már, tehát nem tudom, hogy a modernizációnak köszönhető, vagy a szokásváltozásnak, nem tudom, vagy azt látják már máshogy, hogy esetleg ez a része már kimarad egy lakodalom szervezéséből. Egy-két helyen azért sajnos azt mondom, hogy megkérnek, hogy vagy hát megkérik a szervezés során ugye az adott embert, hogy nem kell vőlegény búcsúztató, nem kell menyasszony kikérő, nem kell menyasszony búcsúztató, nem kell. Hát és akkor mit csinálsz? Hát hanem találkozunk a mennyasszonyos háznál. Segít a konyhán. Találkozunk a mennyasszonyos házán, és akkor hopp, két mondat, aztán elindultunk a polgármesterhivatalba, vagy a templomba, ugye utána, és akkor megyünk a lakodalmi helyszínére. A lakodalmi forgatókönyv, az hál' Istennek azért abban nem nagyon szeretnek úgy belenyúlni, vagy így máshonnan ellesett dolgok miatt úgymond változtatni. Tehát az még úgy fix, de én sajnálom igazából azt a részét, ahol erre ugye nincs szükség, mert de azt mondják, hogy hát az már olyan unalmas, meg sírnak az emberek, meg nem kell. Én mindig azt mondtam, hogy egy lakodalom menetében borzasztó fontos az a rész, amikor tényleg egy ilyen meghitt pár óráról van szó, és az is nagyon fontos, amikor már a lakodalom helyszínén, amikor már bulizol, meg jól érzed magadat, nyilván a szövegektől kezdve minden ugye úgy állt össze már 100 évvel ezelőtt, vagy több 100 évvel ezelőtt, hogy ott nyilván nem poénkodunk, meg nem bohózkodunk, a lakodalom helyszínén pedig igazából erre fektetjük a hangsúlyt. Ha most én megkérnélek, hogy legyél az én vőfélyem, akkor kérjük már ki a békát, az én páromat. Hogy csináljuk? Mi a menete? Mi a duma? Mit mondasz? Hát most nyilván a szülőkkel kell előtte ugye egyeztetni, és akkor... Semmi, hát... oda megyünk az anyósomhoz. Aha. Úgy fogjuk kezdeni, Lajos, azt már mondom, mert a mama nagyon szépen iszik, hogy iszunk valamit, pálinkát. Hát most elmondjam. Csak nehogy azt mondta, hogy úgy lesz, mint ezek a nagyon vicces, vagy viccesnek szánt szituációkban, hogy kikérik a mennyasszonyt, és akkor kimegy helyette valaki más. Mert nehogy azt tanácsolt, hogy akkor legyen ott mondjuk a Zsűl mennyecske ruhába, és akkor menjen ki lefátyolozva, és akkor igen, megtapogatják, kimutatja a szőrös lábát, stb. Mert ez mindenki viccesnek tartja, csak azok nem, akik ott vannak. Nem, alaphelyzetben, hogyha oda megyünk, akkor nyilván megyek akkor a Ferivel, megyek a násznagyával. És akkor az ajtóba, tehát ahol mondjuk a szülők várnak bennünket, és nyilván a mennyasszony jól nem látható helyen van, akkor azt szoktuk általában mondani, hogy tisztelt lányosház, minden jót kívánunk, mi mostan önöktől nagy adományt várunk. Nem is olyan messze, egy kapu tövében, ezt a búslegényt láttam én, kinek bánat a szemében. Ez én vagyok. Bánat a szemében, gyötrődés szívében, kétség és reménység változik lelkében. Ennek a legénynek azért van oly nagy bánata, mert felébred benne legfőbb kívánata. Viruló rozmarin gazdurom házánál, hét határban nem lehetett többet nálánál. Ha egy nyíló rozmaringot rája bízná, és kezével együtt a szívét is bírná el, és kimenne menten szívéből a bánat, és újongó örömre válna a búbánat. Ezért hát kelmeteket én mostan megkérem, hogy a nyíló rozmaringot adják ide nékem. Tudom, fájdalommal adják ide a szülők, és szeretettel és gonddal nevelték fel őt. A kedves édesanyja gondozta, Isten, szerette, szeretné, ha mindig mellette lehetne, ha rávigyázhatna minden lépésére, hogy keserűség, bánat, se veszély ne érje. Kedves édesanyja, kérem, ereszel nyugton, mert higgy el, párjánál is olyan helye lesz, mint itthon. De kérem, volt ez. Kísérje ki a mennyasszonyt. És ki kísérje? De Lajos, várjál, te most magadnak kérted ki. Volt. Egyébként olyan volt, de ezt most magadnak kérted ki a békát, nem nekem. Azt mondtad, hogy adják ide nékem. Hát igen, már nekem kikísérik, mert én vagyok a te kapcsolatartóra. Ja, te a világos. Kikísérik, és akkor mikor kikísérik, akkor te állsz a mennyasszonyi csokorral a kezedben, ő kijön, és akkor mondom utána tovább, hogy mikor kikísérték, szépen megtapsoljuk, és akkor mondjuk tovább, hogy itt a szép mennyasszony. Jó, van, persze, meg tudod, hogy Túrkevén és környékén még él ez az első éjszaka joga, tehát azért kérjük ki magának. Ez a léretekre kikísér, igen, ez itt így. Figyelj, csak egy ilyen nagyon rövid leves fölvezető, vagy pörkölt fölvezető rigmus van-e, amit a Janinak most megmutatnánk, hogyha mégis elvállalnák ezt a lagzit, akkor hogy vigye ki a húst? Itt a leves vájúhoz. Hát figyelj, inkább mert azt, hogy most elkezdem a húsleves mondani, az egyik leghosszabb verseny. Akkor Isten ments.
Nem, tehát viszont zárásnak, ha egy rövidebb verziót majd átadom neki küldeni, akkor nagyon szívesen átküldök, de viszont zárásként már nagyon-nagyon régóta megy ugye az a szokás, még mindig azt mondom, hogy egy ételt fölvezető beköszöntő szövegnek mindig a vége a csatorna a lényege, tehát mondjuk egy birka pörköltnél a birka farkáról szóló 3-4 sor, a húslevesnél meg mondjuk azt, hogy... Igen, pajzánkodás, hogy én legalábbis itt úgy szoktam ezt csinálni, hogy elmondom a húslevesről szóló dolgot, és akkor a végén magát a tálat már úgy viszem ki, hogy benne kettő darab tanál van, ilyen V-formában összeforgatva, és akkor igazából, mikor elmondtam ezt a hosszadalmasabb szöveget, akkor azzal zárom, hogy ahogy láthatják, illetve ez a két kanál, már birkát akartam mondani, ez a két kanál, ahogy láthatják, azért áll így a tálba, hogy majd a mennyasszony lába is így álljon az ágyba. Mert ha a mennyasszony lába nem úgy áll az ágyba, mint ez a két kanál most itt a leveses tálba, hát akkor bizony majd az ő legény csapjon a derekára, vagy ahol kívánja, és meg fogja látni, hogy úgy fog állni a lába az ágyba, mint az a két kanál most itt a leveses tálba. A birkát az egy sokkal rövidebb, a birkánál mindig úgy készülünk, hogy a birka farka, vagy mondjuk egy marha pörkernél a marha farka, meg van hagyva, és akkor a pörköltbe bele van szépen állítva. Egy kis tejfölel, ezzel azzal van, amikor megdíszítjük, csak még inkább a poén kedvér, meg a szaftosság miatt, és akkor igazából ott is egy ilyen, nem mondom, hogy unalmas, de nyilván nem arra figyel fel feltétlenül az ember, hanem már figyeli, hogy ez a farok úgy áll a tálba, ahogy áll, és akkor azzal zárat, hogy ahogy láthatják, a mennyasszonynak már megfőtt a kos farka, így bizony nem mondhatja majd senki, hogy üresen maradt a marka. Ezért most megkérem a vőlegényt, hogy vegye ki a farkát, és kínálja meg vele, kedves mennyasszonyát. Yeah. Na most már tetszik, ugye? Tetszik, látod, tetszik. Jani? És akkor van választási lehetőség, mert így erre is gondolhatnak az emberek arra is, és akkor nyilván nem megy el a dolog egy ilyen opció jellegbe. Aha, úgyhogy... csak kicsit. Janinak, figyelj, a Janinak csillog a szeme, ez már nem rossz, jó, mondjuk én az improvizáció híve vagyok, tehát végre biztos betennék egy olyat, hogy mit tudom én, és a végére itt van csattalónak, vagy a kerékbincset, most rakják fel arra a pezsgőszínű lanoszra, kint a sal. Nem tudom ki. Jó, figyelj, két dolgot elértél, ha én házasodnék, akkor te leszel a vőfé, ez biztos, ugye pénzt nem kérsz, már beljebb vagyunk, csak barátságból csinálod. Nem, persze, másból lett, ez az egyik része, másik meg a Janinak a szemében látom a én Zoliék, a turkevei lány lesz a következő feleségem, én megyek is. Örültem neki, pici az esély, nagyon. Már érdemes volna egyébként, tehát komolyra fordítva a szót, tehát ezt a hagyományt mindenféleképp tovább vinni, mert egyre jobban kihalóban van ez a klasszikus vőfékedés, tehát inkább átmetünk már ebbe a ceremóniamestára, meg ilyen spontán nyomok egy-két szöveget, és sok helyen tényleg örültem annak, hogyha mondjuk elmegy egy nagyobb település az ember, ahol ez annyira már nem jellemző, ez a fajta előadásmód azért úgy az emberek szemében tényleg látható volt csillogás, hogy ilyen is van, nem csak az, hogy valaki odáll, aztán ilyen lazott dumákkal elnyomja az esélytet. Nem, ezt egyébként mindannyian osztjuk, hogy most tényleg a Mókartréfvár félretéve a hagyományőrzés meg a hagyománytisztelet az így világít ebből a sztoriból, és nagyon jó, hogy te nem ez a megélhetési vőfé kategória vagy. Meg ugye, aki ad magára egy kicsit, most nem azért, hogy most hanem az, hogy azért be is öltözöl, tehát azért népviseletben vagy bőrcsizmába, a mellénybe, tehát tényleg megadom. Majdnem, mint egy gólymotor. Ugyanaz, de... Ugye tehát minél jobban fokozzuk azt az élményt, amit ilyenkor egy lakodalomban azért nyújtani kell. Lajos, köszönjük szépen, akkor jó hétvégét neked, munkával telít. Szevasz, szia. Tóth Lajos turkevei böllér és vőfés segített rajtunk. Zoli, aki a levelet írtad, van remény, Balázs és János. Nincs remény, de nagyon szépen köszönjük, nagyon megtisztelő, és tényleg nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Ugye egy érdekes dologra beszélgetünk, méghozzá keresünk hallgatóink nagyban bulizó szüleit, mert hogy fergeteges házi bulit rendezett a lánya kérésére odahaza egy amerikai anya. A baj csak az, hogy a 35 éves nőt egyébként bíróság elé állítják, mert hogy a buliban minden volt, ami kell ahhoz, hogy a felnőttek jól érezzék magukat, viszont gyerekeknek nem való a dolog. És hát anyuka, aki egyébként egészen dekoratív, úgy döntött, hogy a 16 éves lánya kérésére valójában megrendezi ezt a bulit, csak közben ő egy 18 éves ráccal mulatta az időt a fürdőszobában. Nem szeretik ezt az amerikaiak, a fiú ott nem nagykorú, ugye 21 éves korottól vagy nagykorú,
18 évesen ezt nem szereti az amerikai bíróság, ha ezt megcsinálod egy fiatal korúval, se azt a tanár diákkal, azt mondjuk itthon se. De 18 éves fiúval ott a mama nem. Igen. Mondjuk nem kirívó. Nem jól óra tett. Nem kirívó azért az életkori eltérés a két ember között. Egyébként igen, a 18 már nagy. Tehát mert nálunk ugye nagykorúnak számít, csak hát úgy látszik, hogy az anyuka nem nagyon olvasott mostanában újságot az utóbbi néhány évben, vagy nézett híradókat, meg stb. Mert akkor tudhatná, hogy tényleg az Egyesült Államokban elég szigorú a szabályozás ebben a tekintetben is. Vagy nem csak ez vagy volt költöztek a baj. Egy másik államba is, tudod, megszokásból. Azért ott volt egy kis volt egy csomó anyagozás. Minden más, igen, amit az amerikai bíróság nem nézett jó szemmel. Mamát őrizetbe vették, és óvadék ellenében szabadlábon van. Mi pedig azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy kinek a környezetében van olyan szülő, aki a lehető legnagyobb tényleg parti art, minden karácsonykor felmászik az asztal tetejére, a mamát nem lehet leszedni a tojáslikörről. Hajat mos a bólistában. Papa belefekszik a bólistába, így van, és kicsit megmossa benne a haját. Nagymama rájár az unikumra, és részegen fetreng minden húsvétkor. Tehát, hogy a felmenők hogy buliznak, ugye ez a témánk. És hát hallgatóinkat nem kell félni, ha szülői mószerolásról van szó, szóval azonnal elárulták őseiket, és azonnal megírták nekünk, hogy kinek az apukája, kinek az anyukája mit csinál. Itt van Laci, hello Laci, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Hello. Na, nem saját szülőről van szó, hanem valakinek az anyukájáról, ugye? Így van. Hát hál' Istennek nem az én anyám, vagy ilyesmi. Jó, az, ha az ember muterja kicsit ilyen, abban még van lendület, nem akkora baj az. Na, mit csinált? Hát ez úgy volt, hogy volt egy koncertünk, és a gitárosunk, a másik gitárosunk anyukájának a barátnőjével jött össze. Ezzel úgy a nagy baj nem lett volna, akkor, hogyha a hölgy nem 42 lenne, a gitárosunk pedig 17. Tehát a te barátod jött össze egy másik barátotok anyukájának a barátnőjével. Tehát gyerek a mamával. Aha. 17-42. Igen. És ott a helyszínen mama szedte föl a gyereket, vagy a gyerek hajtott rá úgymond Stifler mamájára, és Stifler mamája nagyon készségesen állt a sarat? Ez inkább a... Igen, ez a Stifler mamájás dolog. Hát a srác... Hát... kereste a kihívást, megtalálta. És mama egyébként milyen szexi, az igazi szexi mama, aki még azért úgy 42-44 nő barom jól néz ki. Nagyon nem idős, nem öreg, sőt. Tehát, hogy jó karban van a mama? Abszolút, nem aha. Volt vele gond, persze. Kicsit így is voltál, nem? Nem. Vald, de őszintén. Na. és mit mondott a srác utána, mit mesélt? Hát ez addig volt érdekes, amíg... meg nem történt az első. Igen, nyilván nem hosszú távra tervezett a srác. Hát eleinte, de aztán így megtörtént az első együttlét, és akkor utána már nem volt olyan érdekes. Aha, tehát nem volt olyan. Utána volt húzós. Jó, nem volt annyira. De akkor a kérdés, hogy kipasszolt le ki, tehát a mama nem érezte elégnek a 17 éves fiút, vagy a 17 éves fiú mondta, hogy jó, de hát... Hát a furcsa az, hogy a barátom mondta azt, hogy inkább mégsem. Nem, nem. Persze, kirakták a barátodat, fogadjuk, és így próbált barátodtól, igen, a barátodtól hallottad. Valószínűleg inkább az lehetett, hogy a mama jelezte a srácnak, hogy neki még az ő elég basic. Igen, hát igen. Nem, az a helyzet, hogy nem. Az anyuka eléggé meglepődött, hogy most akkor ez mi volt. De a barátom azóta se felejtette el egyébként, mármint, hogy jó volt vele, meg mit tudom én, csak hát volt némi korkülönbség, és az a baj, hogy ezt a 17 éves barátom vette észre. Már mit vett észre? Hát, hogy kicsit nagy a távolságot itt korba. Aha. Ja, tehát amikor együtt táncoltak, még nem tűnt föl nekem, amikor elloptam mama személyét és ránézett, akkor nagyon megijedt. És azt mondta, hogy úristen, mit tettem? Összejöttem egy 42 éves nővel, Jézusom, és kirakta. Ez így elég életszerű történet. Aha. Istenem, megbecsendítettem egy nyugdíjat. Ez így kicsit életszerűtlen, igen. Jó, de meghallgattuk, érdekes. Egyébként nem ítélem el annyira. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Jó, ez tök szuper. A nagyon nem fiatal az alany, tehát nem arról van szó, hogy 14-15 éves gyerekkel egy férfi, akkor ugye, ráadásul, ha fiú 17-18 éves és a nő az idősebb, az valahogy elfogadhatóbb, nem? Ha fiatal a lány és idős a pali, azt én nem adhatom nekem attól, hogy gyomron forog. Ez az lassan ott vagy te is. Igen. Hát azért még a magam kis 38-ával még azért nem vagyok a helyen, még 20 évesen. Nem baj, nem forog a gyomra, csak össze vagy zavarodva. Még nem tudsz szembesülni.
az igazi érzéseim. Laci, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, hello. Ciao. Nem, gyerekek, ha látok egy 50 éves palit egy ilyen 17 körüli lányjal, az nekem kicsit fura. Nyilván mire odaérek, már nem. Azért, na, ezt akartam mondani. De valahogy jobb. Tetszik az, vagy azt mondom, hogy az kevésbé életidegen számomra, amikor azt látom, hogy egy 40 éves nő egy fiatalabb pali volt. Az is fura, de ez a sztori például kevésbé tűnik, nem tudom, furának, nem? Hogy egy 17 éves srác elkapja a 42 éves Stifler mamáját. Ebben szerintem nincs semmi. Most hát, még. A lányok is, a srácok is úgy érnek, hogy azért egy ismerkedés nem arról szól, hogy előtte leigazoltatják a másikat, és akkor kérem szépen a személyigazol, hogy hagyd nézze meg, hogy mennyi idős vagy, meg itt nem így. Hát ugye alakul a buli, és egyszer csak ott vagy. Ennyi. Nézzük az SMS-eket. Nekem a 76 éves nagypapám, ha iszik a családi bulin, megcsöcsörészi a nejemet és az öcsém nejét. De szép lehet. Várjál. Értelmezzük ezt még egyszer? Tehát van egy nagyapád, neked 76 igen. éves, elmentek a hétvégén hozzá, meglátogatjátok, mert névnapja én van. Én ráfutottam, te már finomabban mondtál. Születésnapja, érted? Okay. Te és a Mónika. Igen. Egy idő után a papa oda megy Mónikához, a te saját nagypapád oda megy Mónikához, és megfogja. És kér egy szeletet a tortából. De szépen mondtad. Igen, de nem várja meg, míg kitálalod, hanem elveszi ő maga a szeletet. Nagyon szépen fogalmaztok, ezt így kell mondani. Tehát nem adod oda a szelet tortát, ő elveszi azt a szelet tortát a nejedtől. És még csak nem is tortalapáttal, hanem a két kezével. És az én unokámnak a legjobb jármű test. És aztán oda megy az öcsédhez. És az öcséd nejének a tortáját is kicsit elveszi. De utána mondhatnám, rámegy a válnára. Szereti a szóval gyümölcsöt. Szóval desszertfüggő. Nagypapa finoman desszertfüggő. Így van. Az egyik barátom Lagzián, a 60 körüli örömapa, éjjel kettő fele, csak hogy feldobja egy kicsit a leült partit, ugye itt is szülőről van szó, csinált egy spárgát a tánctéren. A legjobb az. Én őket imádom, a legjobb az. Én az ilyen örömapákat szeretem, egyébként tényleg nagyon. Na ezt figyelj! Annyira jól sikerült, hogy nem tudott felkelni. Hetekig gondja volt a járással. A legjobb arc. Nálunk anyósa durva. Kicsit leül a buli és bedobja magát. Igen, de úgy érzi, hogy kezd meghalni, de ő még nem akar hazamenni, ezért feldobja a hangulatot, igen. Nálunk az anyósa durva, 17 éves fiamat elkísérte a házi buliba délután 4-re. Fiam éjjel egykor felhívott, hogy fater, gyere a nagyért, mert be van állva striptizel a haverok. Ez az. Imádom. Hát miért nincs egy ilyen nagyi a közelünkben? Striptizel a haveroknak, és vizes fürdőt ígért annak a srácnak, akinek először áll az átló. Igen. Vizes fürdőt. Mi az, hogy vizes fürdő? Mi van víz nélküli fürdő? Még a mondat nem ezer részén kellene kiagadni. Igen. Öregszem, micsoda ellentmondás. Hidegben vizes fürdeni fürdő. Viszik a gyerekeket? Milyen világ ez? Vizes fürdőt ígért annak a srácnak, akinek látható jelei vannak, hogy már izgalmi állapotba került. Apost küldtem érte, az öregek másnap jöttek haza. Fiam reggel mesélte, hogy a két öreg alsó neműben rázta a testét. Azóta is húzom őket. Tehát meg vagy apukát. Apukát elküldött, hogy hozd már haza mamát, papa. Hát már tök részeg. A papa oda megy, és ő is mesztelenre vetkőzik. És beszáll, hogy ne legyen olyan kínos a mamának. Picit így vagyok, hogy nem ilyen a családom. Tehát én azért ezt szeretem. Vagy az egyik barátomnak miért nincs ilyen családja, mondom, Balázs, gyere át, egykor a nagy striptiz. Azért nem mondd, hogy nem mennél át. Ott ültök haverokkal, és akkor azt mondja, hogy hagyj mutassam be Erzsi mamát, és Erzsi mama már fönn van az asztalon. Aha. Szerintem ott parti van. Na jó, de házigazdaként, amikor azt látod, hogy a nagymamád fönt áll az asztalon, és cibálja le magáról az érszűkületére vett szoros harisnyát, érte? Tehát, hogy nem mond, és közben nem mond, hogy nem jó. Ha a nagyi ezt önszántából csinálja, szereti, és ez a többieknek tetszik, egy striptizelő nagymama szerintem besírja. Aha. Nem? Na kigombolja ki a melltartómat. És mindenki kitávolodik. Azt mondja, igen. Faterom az unokája tejfokasztó bulián 2 liter happy elfogyasztása után mesztelenül táncolt az asztalon. Felejthetetlen látvány volt. Na ez érdekes, amikor a saját apádat látod mesztelenül táncolni. Azt. És így mondanám neki, hogy apám, gyere már az asztalon. De nem először el se hinnéd. Nem hinnéd el. Oda néznél, és azt látnád, hogy pőre pucér, totál mesztelen, érted? Örül. Hát örül az unokának. Én biztos, hogy így néztem, és így nem, ez nem történik meg, nem itt, és nem most, és nem velem. Ez nem az én apám. Biztos, hogy nem hittem volna. Van még egy történet. Apám minden családi buli után holt mákosan bábozik a gyereknek.
Holt mákosan bábozik a gyereknek, összefüggéstelen, artikulátlan beszéddel, néha eltűnik a paraván mögött, akkor felébresztjük és folytatja tovább. Én nagyon nagy olasz típusú családom van, nagyon sokan vagyunk karácsonykor tényleg, de azért egy ilyen arc még hiányzik ott tőlünk. Tehát egy ilyen karakter nekünk még kellene. Vagy aki messzelendő táncol, vagy aki részegen bábozik, szerintem nagyon szórakoztató. A részegen bábozó nekem nagyon tetszik. És kicsit nagyon jeldől a pár. Igen, így oldal. Igen. Az én nagypapámnak a tereke annyira fáj, hogy be kell vinni a nappaliba, leültetni, bezzeg 3-4 feles után felugrik táncolni, és nem akármilyen szinten nyomja, a másik fél női családtagjainak nyelvcsapásokkal jelez, és közben dörgölözik. Na, sokkal az, hogy... Megvan az? Papa, ne igyon több unikumot, kicsit kezd berúgni. Nekem nem van. És táncol az öreg a parketton. Azért az megvan? Azért. Miközben zavarban lévő női családtagok próbálnak elfordulni. Meg a Margóka... Vajon mit akar a papa jelezni? Nem tudom. És akkor... Igen. Mit szóltok? Milyen jó idő van? Atya Isten. Öregapám nagy partjárat, amikor buli van, úgy berúg, hogy húzni kell. Molesztálja a csajokat, kötözködik, veri az asztalt, és megkoronázza azzal, hogy tüsszent egy akkorát, hogy az órából kivágódik a jégcsap. Benni küldenek. Jézus Isten, hát a mi családunk sehol nincs. Sehol nincs. Atya Isten. Nálunk a fater nagyon durván nyomja. Van egy kis kopasz haverja. Azzal szoktak bőrrendőruhába öltözni. Bőrrendőruhába öltözni, és úgy iszogatni. Néha egy másik haverjuk is csatlakozik hozzájuk, az meg zsírra szokta kenegetni magát, és közben pálinkával locsolja a fatert, meg a kis kopasz. Nem, ez már... Mondjuk én azért... Nem értem én ezeket a felnőtteket. Ja, jó, de a leállás, igen. Jó, igen. Ez humor volt, jó. Na mindegy. Basszus, már kezdtem beleélni magam. Két bőrrendőr ruhába öltözött fater ül egy asztalnál. Nem, a humor az volt. Recsegősen feláll. Leülnek. Egy pedig zsírral kerekedi. Nem, itt a humor az volt, hogy az aláírás a Sebestyén Bennett, és én vagyok a bőrruhás, te vagy a kiskopasz, aki zsírral kerekedik, és van egy harmadik, aki pálinkával locsolja a kiskopaszt. Ez vagyunk mi. Igen, és a Benny írt az esemény, csak nem olvastam el a véget. Igen. Ezt csináljuk meg akkor. Ha mindenképpen, csak várjunk még egy kicsit, még a gyerek felnő. Jaj, hát nagyon szerettem ezeket az esemeseket. Jól van, köszönjük szépen. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.